Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Jó estét mindenkinek! Cső, 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 cső! Hello, hello, Sziasztok! hello, hello! Jó estét! Cső, Laci! Hello, hello! Jó estét! Szia, Lacek! Hello, hello! Sziasztok! Cső, Gábor! Hello! Cső, 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 cső! Cső, 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 de kukorica, cső. Reméljük lesz értesítés. Hello, hello. Sziasztok. Szia, Niki, Niko. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Reméljük lesz értesítés. Szia, Bretka, szia, Bálint. Szia, Flagba. Szia, Sanyi. Cső. Szia, Majt. Szia, Soma. Cső Sanyi, szia Károlyné! Hello, hello, sziasztok! Cső, cső, cső! Új háku után kell nézni, mert a rendőrök tudnak mindent. Szia Dominik, sziasztok! Cső Peti! Jó estét mindenkinek, jó kora estét! Szia az étény, lassan sötétedik már. Sziasztok, sziasztok! Jó a hajam, köszi! Voltam fodrásznál, dínósra vágattam. Szia Ninja, szia Bali, cső! Sziasztok! Butko, jó kikaptunk a rendőröktől. Ja, de az egyik emberünk túlélte, úgyhogy ő átadja majd az infókat. Hogy ilyenkor kezd el. Sanyi, hát most az óraátállítás miatt 7-től van a kezdés. Úgyhogy így nyomjuk. Szia Rebeka! Hello, hello! Van live, holnap is lesz. Szia Peti, köszi szépen! Köszi Gyuri, cső! Ja, hát muszáj volt levágatni már itt a szülinapom előtt, mert már göndörödik, mint az állat, úgyhogy már túl nagy volt. Úgyhogy kénytelen voltam levágatni. Úgyhogy ma hákút kellene keresni. Egy teljesen új bázist, mivel nem lesz ez így jó. Rendőrök oda járnak, úgyhogy ez így nem jövedelmező a hosszú távon. Hello, hello, az olyan, mintha visszamennénk az időben még VLS-re. Ilyen hajam volt, akkor mindig ilyen hajam volt, egész életemben. Ilyen hajam volt. Ádika is jön játszani, fönn van már azt hiszem a szerverem. Köszi Benjamin, kedves vagy. Nem kell megijedni, Sanyi. Holnap leszünk a héten még, meg vasárnap. Csődi, cső, cső, cső. Köszi Széna, szép kora estét. Köszi a 400 forintos donationödet. Nem, Smith, nem. De most tényleg olyan örülök. Szia Gabel, szia Gábor! Hello, hello! Cső, cső, jó estét! Tegnap PUBG-ztunk, tök jó volt, izgalmas volt. Szia Krisztina, szia Levi Magic, szia Ervin, köszi Peti. Igen, vasárnap lesz moderátor felvétel, akit érdekel, Discordon, jó? Kint van az info Discordon, akit esetleg érdekel. Hú, nem tudom Gaben, lehet, hogy fullos, nem vagyok benne biztos, de szerintem igen. Cső Gergő! Nem láttam, de most látom. Nazdani fan. Most látom. Gratulálok nekik. Sziasztok! Látom a videót, a néni spohár nekünk is van. Az a legjobb. Lehet, hogy meg kéne nézetni a szerelővel. Ja, óra 10-kor megyünk fel a szerverre, mint mindig. Reméljük, hogy ma rendőrök nem kapnak el minket, mert túl erőbe vannak. De majd ki fog derülni. 67 ezer dizgőket, az durva, durva, durva. Most értem, azaz már nézlek is egyből, most vacsizok közben. Viktor, jó étvágyat kívánok neked a vacsorához. Üdv mindenkinek. Cső, Botond! Cső, cső, cső. Szia, Roli. Jó estét nektek. Nagyon jó idő volt ma. Arra felétek is? Cső, Vakond. Hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Szia, Józsi. Cső, Master Gamer, cső, cső, cső. Majd akarok nektek mutatni valamit. Hogyha kezdünk. Cső! A Botond veszi a subit. Muszáj! Szegény! Botond egyszer lehet nyerni amúgy, ha nem menni. Lehet, hogy te már annyit vagy itt érted, hogy nyerni. Hogy most kezdtünk, ilyenkor szoktunk. Szia Krisztián! Való, most már ilyenkor szoktunk kezdeni. A vasárnapi RP után, hát Botond annyi, hogy az egyik emberünket elkapták, és
és ő át tudja adni az infókat nekünk. Hello, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Jó estét. Akarok majd valamit mutatni nektek, hogyha sikerül. A legelsőt nyertem, utána a többit veszem, bőven elég volt egy is. Ja, értem, 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 Botond, értem, értem, értem. Szeretnéd, Dani, könnyi, köszi, jó estét, rendőr vagyok, Laller, az jó! A rendőrök nagyon erősek. Mármint IC vagy OC vagy rendőr, nem mindegy. Igen, óra 10-kor megyünk fel a szerverre. Igen, tényleg, Szelim, szóljatok már rám, négy szíves, hogy sorsoljam ki a dedikáló kártyát. Sőt, most kisorsoljuk. Aki akar, írjon egy egyest, és akkor nem marad el. Napokban nem fog elmaradni. Szép estét! Halid, mindenkinek szíve, hogy vagy, remélem, jó, izgalmas lesz a mai RP. Köszi, Jani, minden oké. HQ keresést gondoltam mára. Holnap lesz majd a szülőnapi stream. Mára HQ keresést gondoltam. Szerintem tök jó lenne, ha egy új helyre költöznénk. Ja, meg Ádinak a videóját is majd... majd live végén megmutatom. Na, szóval a nyertes nem más, aki a két darab dedikáló kártyát nyerte, nem más, mint Kovács Alpár. Gratulálunk, Kovács Alpár, te nyerted. Vedd fel velem, légy szíves, e-mailben a kapcsolatot, jó? Nagyon fontos, hogy írjál, mert akkor nem fogom tudni. Gratulálunk a nyereményhez. Mindjárt mutatok chat valamit, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre nektek is, hogy mit gondoltok erről az adott szituációról. Úgyhogy nem sokára majd 10-kor megmutatom. Na, nagyon jó, nagyon jó. Legárészekkel mi a helyzet? M-Games, mire gondolsz? Vannak szerelőtelepek? Ja, hogy a mi legárészünkkel? Hát a Bahamasban néha csinálnak bulit a srácok, lányok. De amúgy, ja, hát ott nem nagyon így cézünk. Új videó ma volt. Hello, hello. Majd az ötödik évnél csapkodjuk az asztalt egy kártyát, ezért felajánlottam. Na, Laci, rendben van, kapsz kártyát, jó? 71 ezeren nézik a két okos. Na, gratulálok, gratulálok. Mit csinálnak? Sziasztok, sziasztok, szia Vince. Akkor új rekordot döntöttek. A Chris Advice visszatérne, biztos, hogy ő dönt, őt lehet 100 000-en is néznék. Köszi Gábor, Szűcs Kornél nyerte, köszi szépen. Melyik e-mailre írhatok? nazdani1996@gmail.com. Mindjárt mutatok, egy kommentet akarok mutatni az előző live-val kapcsolatban, hogy én mennyire rossz RP-s vagyok, mert teljesen... Na, majd mindjárt megmutatom. Mert ez egy komment a múltkori live alatt. Hello, hello, hello. Hát biztos várják, hogy mi lesz ebből, de az a baj, hogy a gyerekek elhiszik, nem? Nagyon sokan, hogy ez megtörtént, tényleg ott meg vannak kötözve. Mi van, ha ilyenkor valaki, mivel elhiszi rájuk, főhívja a rendőrséget, hogy elraboltak két embert, mert a gyerekek elhiszik. Persze valószínűleg, ugye ez egy skriptelt dolog, amit mi tudunk, hogy skriptelt, de ha valaki nem tudja, aggódok ez miatt, értik, hogy nehogy visszafele süljön el egy ilyen dolog. Mert ez veszélyes is lehet, hogyha így átverjük az embereket. De amúgy ők is lehet azt gondolják, hogy mindenki azt tudja, hogy ez egy script. Hello, 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 hello. Sziasztok, sziasztok. Ja, az jó, ha végén elmondják, ja, akkor az úgy teljesen jó. Majd megnézem én is, hogy... Csak most lemaradtam én is róla, majd megnézem. Gratulálok minden esetre nekik a nézettségért, mert ez óriási szám Magyarországon. Mindjárt megyünk, mutatni akarok egy kommentet, hogy mit gondoltok. Hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Meddig tart? Hát amíg lesz szerpé, HQ-t akarunk majd változtatni. Ez a terv. Más szervert? Nem, Noel, hát van saját szerverem, akkor miért próbáljak ki más szervert? Úgyhogy, ja. Na, chat, mutatom a kommentet, mutatom. Azt mondják, hogy nagy az igazság benne. Szegény srácok lekraftolják a fegyvert, időt szánnak rá, aztán te eladód őket, hiába sok
van, te nem tettél semmit érte, vagy heti háromszor, aztán ennyi, aztán még amit adtak érte, azt is lenyúlod, de egy gáz vagy, egyszer te is valamit tehetnél a frakciódért. Úgyhogy ez a komment érkezett. Melyik a te szerved a forma? Igen, Noel, igen. Úgyhogy én szerintem a srácok időt raknak bele, de azért, mert... Ja, még a pénzt nem raktam be. De be fogom rakni. De hogy nem értem, hogy én nem tettem semmit a frakcióját. Ezt össze kell tartani, nagyon régóta van frakció. Csinálják az emberek, mivel főnök vagyok, az emberekkel csináltatjuk ezt a munkát. Ez teljesen visszavezethető az IC szára is. Most én itt a lájba elkezdenék szedegetni, lehet, hogy megunnánk egy idő után. De szedegethetünk is, hogy ilyen live legyen. Mondjuk a kis prank az jó volt, úgyhogy... Ja, ezt a kommentet. Equiesz, köszi a 400 forintos live-ot, Liboris live-ot, két okos nagyot ment. Most írják a többiek is. Ja, az jó, hogyha a végén tisztázták ezt a dolgot, mert nehogy félreértse valaki ezt az egészet. Ezt erről beszéltünk közelebb. Hello. De ezt a kommentelő kifelejtette, amikor én vettem rengeteg fegyvert a frakciónak. Lehet, hogy erről az aranyos kommentelő lemaradt, nem? Mert azért szerintem sok ilyet csináltunk meg. Meg maga ugye a frakció is, az egész frakció ott van. Jó, majd megnézem én is, kíváncsi vagyok. Szerintem másokat becsapnak, az nekem nem pálya. Hát a végén lelőtték itt a dolgokat, meg akkor elmondják, hogy mit miért csináltak. Igen, Erdélybe is kipostázom Alpár, persze azzal nincs semmi probléma. Úgyhogy várjatok, már a softbox egy kicsit sötét. Nem, konkrétan pár néző meg szokott sértődni rám, ahogy erpézek. Ez komolyan mondom, valószínűleg ő is egy fiatal gyerek. Nem akartok PD Raidet? Á, nem! Szia Kornél, köszi a 6 hónapot, jól vagyok. Csütörtökön születésnapom lesz. Úgyhogy, ja, holnap lesz a szülnapi stream este. De Oliver azt utána, hát így le lett ícézve a dolog, hogy Tüdesz megbolondult, és akkor azért csinálta ezt. Istöltesen utólag is Sanyi. Hello, sziasztok. Köszi Dom a 200 forintos támogatást. Beszéltük, hogy majd ilyen olasz DM szerverre fel lehet menni. Köszi Norbi. Hol vagyok? Ja! Kórházhoz kell magamat vinni, ugye? Ja, mert meghaltunk. Na, ott hagytuk abba, hogy a rendőrök nyertek, és akkor egy emberünk, a Magic, megadta magát, és akkor most várjuk az IC szállat, hogy ő elmondja, hogy mi történt, mert gondolom bevitték kihallgatásra. Most nem tudom, hogy börtönbe csukták-e. Ágni klipjei megvannak, igen, azt mondja, stream végén meg akarom nektek mutatni. Hogyha érdekel titeket. Benny megvágta neki, úgyhogy meg fogom mutatni. Na, megyünk akkor. Megyünk ide. Jó. Kórházhoz. A szövetség maradt, persze. Egyértelműen ki van itt ez a mi autónk. Sziasztok, hello. Velünk van? Hello? Te kire vársz? Micsoda, nem hallak! Hát tényleg nem hallak! Mondom rád, mert mutatni szeretnék valamit. Ja, de honnan tudtad, hogy itt vagyok? Hát itt a portál. Mondták! Jó. Meg én is itt kettem. Jó, figyelj, és mit akarsz nekem mutatni? Nem a fekához megyünk, ugye? Nem. Na. Képzeld el, hogy ugye amikor beszéltük, hogy nézni kéne új kecót, én nézegettem egyet, és igen? egyet találtam, ami nagyon megtetszett.
Na, jó, nézzük meg akkor. Muszáj lesz elköltözni, mert a rendőrök nagyon igen. Ránk vannak száva. Ez most már nagyon minél előbb megkeresztetnám. Ja, honnan tudod, hogy itt vagyok? Jó, viszont a költözés az lehet, hogy egy hosszabb folyamat lesz. Mármint? Hát, hogy átpakolni mindent. Ja, hát, az biztos. De hát igazából szerintem az egy a legkevesebb már. Ja, az előbb itt donétet a cseted, ja. Széna! Így hívod, Lacek, széna? Nézzük, hova megyünk. Új HQ. Állítólag ez lesz az. Hány FPS sem van most? 70. Kupia 80. Ott, Gábor, tettek oda egy... Hol voltunk? Itt tettek ide egy publikot. Sziasztok. Szia, bike. Jó van, nem akarok meghalni út közben, jó? Úgyhogy óvatosan. Én tudok vezetni. Ez már volt... Ez régen volt. Lehet, Ferenc. Tényleg, hát... Ez régen volt. Akkor ez nem jó. Vagy itt voltunk, vagy itt. Széna, esszel, nem Xéna. Ja, Lacek, te jó, nyírtad direkt. Ez... Most ez volt, vagy... Nem. Na? Teljesen úgy néz ki, mint a mostani. Körülnézek. Hát meg teljesen ugyanúgy néz ki, mint a mostani. Körülnézek. Nem ez volt, de... Milyen ruhád van? Tessék? Milyen ruhád van? Ja, ha mi volt ez? Ez a randis ruhád, fekával? Nem, az jobb. Az jobb? ez egy civiles, tudod, amikor jobban szerintem nem lehet bemenni. Nem bírok bemenni? És ezt nézted? Többieknek mutattad már? Még nem. A mappolása így is úgy... Késő estén nézegettem, stb. Utána. De a mappolása is ugyanúgy lenne szerintem belül. Nem tudom. Nincs közel a városhoz? Hát nem is kell annyira, hogy közel legyen. Hát ez még elviselhető. Nem tudom, én amúgy egyszer adnék, jó, nagyon hamar kiderülne, de valamerre így a város központba. Hogy ennyit live-olsz mostanában? Szia, Livia, ennyit szoktunk. Heti 4 stream van. Nem tudom. Nekem se adja annyira, Bertalan. Mondjuk az, ha jönnek a rendőrök, ez belátható. Nem? Ez teljesen belátható. Bence, hát IC intézzük, de úgyhogy szerintem a mai nap folyamán ezt fogjuk csinálni, a rendőrök nem zavarnak be. Autópálya közel van, meg azért rá lehet látni mindenre. Széna mennyi idős, mint a múltkor mondta volna. Én például nem ezt választanám. Dani, majd a Bence intéz egy pacekákot. Jó, de ezt le kéne IC-zni. Mondjuk a D háza, az mondjuk elég jó lenne, nem? Ez nekem se adja annyira. 2003-as, ja tényleg. Akkor számolja ki mindenki. Na, viszont ja, nekem ez nem adja annyira. Egyáltalán nem adja. Elveszük D-től a házat, nem? Nektek adja? Presszerrel mit gondolsz? Nem szoktam nézni, Livia, nem ismerem. Itt a két okosról beszéltünk az előbb, gratulálunk nekik a nézői rekordhoz. Én azért aggódok, hogy a fiatalok félreértik, és nehogy balulsüljön el egy ilyen skriptes dolog. Ezt beszéltük. Illetve volt egy kommentelő, az volt a live elején, aki most jött, hogy én nem teszek semmit a frakcióért, amiért keményen megdolgoznak a frakciótagok fegyverekért, azt én eladom, és be se teszem a pénzt, úgyhogy hogy én egyáltalán nem teszek semmit a frakcióért. Ez volt a gyermeki komment. Az igaz, hogy lenyúlom a pénzt, de az nem igaz, hogy én nem teszek érte semmit. Alpár, köszönöm, akkor 4 dedikáló kártyát kapsz. Azt mondod, te is, Sanyi, nem teszek tényleg semmit a frakcióba, most ezt komolyan írjátok?
Hát a frakció nélkülem nem létezne. Meg Mutko is mennyi fegyvert vettem saját pénz, saját pénzed. Ezek az információk kimaradnak. Sajnálom, hogy így gondolod. Akkor te is lemaradtál arról, hogy hogy mennyi mindent költöttem már én is itt a többiekre. Vagyis a frakcióra. Mutko 1 millió vettünk fegyvert, azt hiszem, akkor arra a live-ról lemaradtál. Valami baj van? Tiszta ideg vagyok. Tiszta ideg vagyok. Mi a baj? Jó, akkor beteszem most az összes pénzemet, Sanyi, jó? A frakcióba, de akkor meg ne halljam utána. Hibát. De ha nincs autóra pénz, akkor... Te hibád. Nem beteszik a pénzt. Hát ezt az 500-et nem is akartam elsomálkolni. Jó, betesszük az összes pénzünket. Van bent 1,5 millió. Áááá! Jaj, normális vagy! Jaj, hívófeka. Hívófeka. Jó, mit akar? Halló. Na. Nem, nincs most egy házat amit tuningolni szeretnénk. Egy házat megnéztem, de menjünk haza. Na, várjál először, menj el egy bankba, mert a Mutko eladtunk fegyvereket, az be kell tenni. Hát meg az IC szállapján, ja, a főnök nem dolgozik. Ki akarsz harba rakni? Mi van? Rendben, Alpár, rendben, akkor küldök neked kettőt, és jó, akkor kisorsoljuk, jó? Azt hittem már, hogy a kobra szakar. Ennyi volt, nem lesz több autótuning. Jó, betesszük a másfélben. Jó, próbálok úgy játszani, hogy a nektek is megfeleljen, de nem mindig tudok. Ó, főnök. Mi a baj? Mi volt, hogy félre mennünk őt alizni. Kihez? Nem tudom, azt nem mondta, csak azt mondta, hogy siessünk, mert állítólag valaki minket szarba akar tenni, minket is, meg a fekájékat is, és ezt az információt... Jó, de, az, de mondtam, hogy menj el egy bankba, miért hazamész, széna? Hát menj el egy bankba. Ja, mert telefonálsz, na, még van időnk, van még 8 percünk, jó? Akkor elugrunk bankba még, jó? Rendben van. Frank, videó, nem tudom. Fekának a hangját hallgattam, elnézést. Köszi, Marci, hát meg azért most én streamen kívül nem játszok. Most itt streambe szedegessünk meg minden, hát akkor végigunjátok a streamet, ha szedegetünk. De lehetnek ilyen streamek, hogy mi is szedegettünk meg minden. Ó, Széna! Normális vagy? Na, nem tudsz vezetni. Hát sose voltál normális, de vezetni se tudsz. A franc essen bele. Nincs semmi baj, még engem látod. Nem unnánk, Sanyi. Hát a saját nevedben beszélj. Akkor meg az lenne a baj. Ja. Csak nem tudom. Szerintem sose érünk hazaélve. Széna, jó vezet nagyon! Hallod, de nem akarok meghalni, Széna! Nem fogsz meghalni, Sanyi, hogy nevet, tényleg! Ajjajjajjajjaj! Ebből baj lesz! Vezetsz hazáig? Akkor az a HQ chat nem olyan jó, nem? Olyan stream kell vezetni, tanítom Szénát, igen. Én jó vezetek, eskü, most már tényleg. Na, beteszünk 1 milliót, és akkor az arany középutat megtaláltuk, chat, jó? Hogy a kommentelőknek is igaza legyen. Úgyhogy pénz kivétel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 000 fegyverekké meg akkor, hogy tegyek valamit a frakciói, ha ma más nem tudok. Mert tényleg szedegetni streamben nem akarok, chat, mert... Kicsit uncsi. Figyeljetek, átüt! Átüt! Ez egy jó döntés volt! Ez egy jó döntés volt. Hoztál nekem pénzt? Dehogy hoztam. Ja, azt hittem. Na, ez egy jó döntés volt. Így legalább túléljük a hazafele vezető utat. Biztos? Nem, Zsolt, igazuk van olyan tekintetben, hogy én nem szedegetek meg ilyenek. De hát a főnöknek így szél szerint még kéne szedegetni. Illetve a streamet nem akarom, hogy szedegetésre telje, mert akkor csak szedegetünk. Róka? Róka, remélem itt van. Rég láttuk, nem? Mostanában mászkáltak erre fel a rendőrök, vagy nem? Hát... Nem hiszem. Mégis én nem láttam. Ja, kutyámajom ott megy.
Jó, hol lesz a találkozó? Fogalmam sincs, nem mondott semmi olyat, csak azt mondja, hogy... De itt vannak most nálunk? Igen, elméletileg már. Igen. Jó, már sorakoznak. Jó, 2 másodperc és akkor jövök. Azt, amilyen egy autó ez. Jó. Hello, tudom, de le kell raktom a pénzt. Te jó kocsid van, mindjárt jövök. Utalj nekem azt a helyet. Persze! Hello? Hello? Kell fegyver? Nem, most valami találkozóra megyünk. Igyekszünk. Adok később kell, mert nálunk nincs. Nem tudom, ha kell, akkor majd adok. Megtalálták a 2 okost. Igen, Zolán, ezt írják, de ez végig nem is kellett megtalálni őket. Látod, ezt mondom, hogy a gyerekek elhiszik. De van egy olyan szempont is, hogy a frakitba jönnek, tudják, hova jönnek, tehát számolnak az, hogy bizonyos dolgok a stream érdekében. Igen, ez egy streamer frakció, mármint olyan, igen, hogy ez a stream miatt alakult meg, ez a frakció. Igen. Igen, ez is fontos. Na, akkor nem ide rakjuk. Kíváncsiok, mennyi van amúgy bent. Chat. Van ment 3,6 millió. Ezt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na most már 4,6 millió van bent. Fegyvert vegyünk magunkhoz, mi azért? Hogy ne. Hello, sziasztok! Menjünk valami találkozóra, mert fenyegetnek minket. Az új bázis Széna mutatott egy új bázis fész, Milán, de nekem nem tetszik. Kell golyóálló, kell egy 150 lőszer. Meg egy kombat pisztoly. A kaja pia. igen, még vertek is ki a kasszából. Ja, úgyhogy félig jogos a kommentelőnek a kommentje, csak ő nem lát bele, hogy mi történik. 500 like, 5 subgift. Köszi Gábor! Most nem vagyunk annyian, nem biztos, hogy elérjük, de nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Na, valaki motorozik kint az utcán. Eszünk, iszunk és akkor megyünk. Ja, kell telefon is. Subidubi. Köszi szépen, Gábor. Cső, Laki. És nagyon fontos kiemelni, hogy ne haragudjatok, hogy nem tudok mindig úgy játszani, hogy nektek is tetszen. Mert itt vagyunk 570, ahány ember annyi féleképpen csinálna dolgokat. Lehet hozzánk jönni? IC? Igen, lehet. Kell egy telefon. Laki! De csak itt van. Itt van, csinálok ilyeneket. Türke P1, akkor mindjárt mondom a többit. Indulhatunk. Hátul, szürke, gyep, siroki. Azok, akik múltkor a fegyvert vették. Hol már regal az infat is, hol lett meg? Ezzel megyünk? Aha, te vezet. Ja, jó. Hallod? Bond, hírezted de mindenkinek, hogy betettem 1 milliót a kasszába, jó? Szólok az enyémekhez, meg mindenkihez, hogy képzeljétek el, 1 milliót berakott a főni a kasszámba. A nézői nyomás hatására csak. Kaszinózott. Elvileg. Kaszinózott! Jelöld be, hova menjünk. Senki nem látta. Ma azért kérdeztem, hogy hol a móló, mert oda kell menni. Dehogy tudom, hogy hol a móló. Várjál. Van több móló. Azt mondta, hogy a biliárd terem fele van. Aha, akkor tudom. Kb. 10-en vannak. Akkor tudom. Bejelöltem. Na, megint valaki? Új csapatok jönnek? Vasárnapig a legtöbb halat leadja a piacon, az egy Wildshark GM 3001 szájú szegeret fog nyerni. Nagyon jó! Köszi Laki az infót! Ez a te autód? Aha. Én tudok, megtanultam ezzel vezetni. Tök jó nyomom. Jaj! Jaj! Széna! Azt nem mondtad, hogy ilyen durván kifordul az autó? Persze, az autó hibája. Normális vagy, Széna! Én vezetem. Jó vagy? Jó vagyok, persze. De eskirem direkt sem, csak kifordult. Jó vagy, Széna? Meg vagyok.
Meccs lesz ma? Vak vezet világtól. Na így, bemutattam, hogy te hogy szoktál vezetni. De... Jó? Ezt mutattam be most. Értem, értem. Jó? Egy kerek elnézést. Jaj, túltoltam. Így is jó. Ezt azért, mert majdnem megölté. De messze volt az? Persze, hát, persze, betört a fejem. Real City lesz? Kinek kell nyernie? Gyert mindenki. Mi is lassan érkezünk. Jó ez az autó, tényleg amúgy. Csak nagyon kicsúszkáltunk. Na nézzük, kik ezek. Igen, tüdelsz, ha nem ideges, tök jó irányítja a csapatot. Egyértelmű City, egyértelmű ide áll egymás után két komment. Széna! Itt nincs senki! Akkor lehet, hogy lehet fognak te. Vadállt. Hol? Hát ez a móló. Igen, móló, igen. Akkor lehet, hogy lehet fognak a parkolóban. Jaj, hova mész? Figyeljetek, mi följöttünk ide a biliárdnál mólóra, nincs itt senki. Nem mondjad már itt áll. Akkor nagyon jó helyen, rossz helyen vagy, bátyám. Nem a biliárdnál. Visszafelé, gyertek visszafelé. Biliárdterem. Be a parkoló, itt vagy. Itt vagyunk, parkoló! Mondtam, hogy a parkolóban van! Képen keresd meg a biliárdát. Ja, itt vannak. Itt ja. Van. Ja, hogy itt! Hát, az... Ja, ezt... Kik ezek? Ezek a múltkoriak, nem? Hát ezek a múltkori srácok. Ezek a múltkori srácok, nem? Cseh. Nyomjátok meg a lájkot, lesz 5 szubi! Csávó, csávó. Na, hát ezekkel, ezeknek adtunk el fegyvereket. Kellene egy parkoló, hogy gyere. Na, bocsi, hova? Biliárd mögötti parkoló. Hello? Sziasztok! Maga Katarina? Nem. Ha megkérdezted egyszer. Mi van ott egyébként, mert nálam ilyen nem. Na, és ha vagy ide jössz, vagy akkor maradj ki a annyi lenne az egész, hogy egy sziasztok. Annyi lenne az egész, hogy gondolom, vagyis tudom, hogy össze ti már keveredtetek 10 pár bajba a fehér pólós és ilyen pirospántos... A pirospántos... Hogy is mondjam, pirospántos, fehér pólós, pirospántos srácokkal. Tudsz egy kicsit hangosabban beszélni? Ne haragudj, tudsz egy milyen kocsi van maszkának? Olasz. Tessék, bocsánat. Na, jó. Az olaszokról van? Yeah. Én szerintem igen. Igen, nem vagyunk jóba velük, igen, igen, igen. Van pár infom róluk, és gondoltam visszahívlak titeket, mert rólatok volt szó. Tehát, nagyon jó, nagyon jó. Mivel ugye mi már kicsit jobban összeismerkedtünk, és így... Így az egész fegyverek véget kicsit, sőt megbízok bennetek, és azt gondoltam, hogy ennyi... Na, ez jó. Jó ötlet volt. Aj, mit akartam mondani? Hogy egy a lényeg, hogy szerintem ezt tudnotok kéne, vagy kell is. Uh-huh. És én a Roll Garage-nál találkoztam egy sráccal, kérlek szépen Dániel a neve. Jaj, és jaj, egyszer régebben valami, ők voltak a kékek, tudjátok, a pink autósok, és ilyen régebben kék autókkal is jártak. Igen. És mondták, hogy egyszer keveredtek veletek tűzpárbajban, hatan voltak, ti meg 25-en, és hogy ott csicskázott titeket, lenézett, stb. És hogy mondta, hogy álljunk össze, de én mondtam, hogy bocsánat, nem. Azt mondtam, hogy papíron már meg vagyunk így a hátam mögött lévőkkel hárman, de viszont erről szó sincs. És igen, tehát, hogy meg még azt mondta, hogy valami autó szerelőt fog nyitni, és hogy a barátai újra titeket szeretnének majd megkapni. Tehát, hogy ellenetek szeretnének megint összejátszani. Aha. És embereket keresnek, akik aktívak, tehát ezért keresek fel minket. Hú, hogy mi álljunk megúsztuk. És hogy kapjunk titeket. Ezt mondjuk megúsztuk! És gondoltam, hogy ezt tudnotok kell, hogy ez történt. Ez igen, és hogy így döntöttetek, hogy nem álltok melléjük? Hát, mert mondtam, hogy ti is sok mindent tudtok nekünk szerezni, meg nem tudom én, nekem ez a srác sohasem van szimpatikus. Hello, sziasztok, ilyen kezdtek a... Meg a barátjai egyébként már megpróbáltak minket elkapni,
Hol mennek érte? És véletlen rosszul sültek el a dolgok, mert nekem itt van mögöttem. Nincs itt a P1-em, nem mindegy. És egy biliárd csapdás. Mert elkapták őket, képzeljétek el megint. Kettő autót elkaptak velünk. És... Akkor meg kell keresni az olaszokat. Igen, elkapták őket, meg hogy... Elfelejtettem, mit akartam mondani. És akkor szó szerint így mondta ez a Daniel, hogy csicskák vagyunk, meg ilyenek? Hát így van. Ja, igen, megvan, hogy a... Már, hogy háromszor, négyszer akkor, úgyhogy mindegy. Igen, hogy a P1-es barátaim, volt benne tegnap egy barátom, és a sárga autósok még néztek is minket egyébként. Feka ott volt azt hiszem, meg még ott volt az a lány ott hátul. Ott voltunk mi is. És igen, és hogy... egyszer kilőtt az autóból véletlen a barátom, mert nem tudta, hogy nem szabad kilőni abból az autóból, meg nem lehet ugye belelőni. És nagyon sok mindent megtettek, hogy minket el tudjanak kapni, de nem sikerült nekik. Tehát mi voltunk hárman, ők voltak kb. Olyan ez öten. Baj lesz. És ezért kapott a barátom 1300 söprögetést, ezt, tehát hogy így... ezt nem szabad! Igen, ez nem ránk tartozik. Na, szóval, akkor összefoglalva. Ezek az olaszok felkerestek benneteket, hogy álljatok össze. Ti azt mondtátok, hogy nem, mert van más, miközben ugye még nincs nektek. És tartoztál ennyivel nekünk, hogy ezt elmond. És lecsicskázott ez a Dániel minket, és csapatokat akarnak összegyűjteni, aktív embereket, hogy minket megint befenyítsenek. Ez, hogy ez a lényeg. Jó, köszönjük szépen, ez nagyon hasznos volt, mert a továbbiakban akkor így fogjuk őket. De hát itt, Tüdesz, azt mondod, akkor már lettek rakva pár szó. Hát igen, Alihó. És nem mi kezdtük. Nem mi kezdtük, igen, ők velem egyszer beszéltek még, amikor egyszer túszok voltunk, vagy voltak, hogy majd akarnak velem beszélni, békét akarnak, meg minden, aztán utána azt hallom, hogy elakadossák az embereket, meg minden bajt igen. Okoznak. Így van. Ez jó csapat. Aki adta az infókot, csáutó. 24-es. Na, ez még jó kapcsolat lehet. Ez egy komoly csapatnak tűnik. Azt a mindenit, köszönöm szépen. Mindig megháláljuk azt, ami az mi érdekeinket is szolgálja. Nem kellett volna. Mennyit adhatok neki? Úgy éreztem, hogy ennyivel tartozom nektek. Jó nyomja, igen. És tudok még egy dolgot. Igen. Az a dolgot, hogyha civilben vannak, akkor öltönyben vannak, és egy fekete Royal rendszámos ilyen autóval mászálnak. Jó, nagyon jó. Jó, el kell kapnunk őket, aztán beszélni velük. És várjatok, srácok, szeretném, ha ezt még egyelőre visszafognátok, mert akarnak velünk tárgyalni, és én még onnan ki fogok szedni pár infót. Most publikban is megállított az egyik srác. Kérlek szépen, Kály a neve. Kály, nem tudom mi. Igen. Milyen Kályhoz szabad tudni? Húha. Az érdekel, hogy milyen Kály amúgy. Igen, igen, van Kály ismerősünk, csak azért kérdezzük. Azt tudom. Nem Kobra Kály? Ne, rúgdasodik minden nap. Lergődik a drog. Nehogy Kobra Kály legyen! Jó nyomják, nem? Csak 500 like, ne 5 szubi. Szokott, én... Ja, erre gondoltam én is. Most nem tudom, Pernak mivel volt. Nincs meg a száma, de viszont én most ezt szoktam meg neki, viszont nem... Kály, Lucky. De annyit tudok, hogy Kály. Jó, jó, igen, és mit mondott? De valami Kály Kromonó, vagy valami ilyesmi. Tehát van M és U a nevi, kettő U van és egy M nevében, valami ilyesmi. És mikor lesz ez a találkozó? Ez a találkozó, megpróbálom minél hamarabb berakni. Tervezünk egy időpontot, hogy nektek mikor lenne jó. És akkor összefutunk ismételtem. Jó, ha megtörtént a találkozó, akkor szóljatok, jó? Aksa. Valahogy tudni kéne, hogy hol találkoznak. Tudunk cserélni számot esetleg, vagy valami? Persze, persze. Gyere félre, megadom a számomat, jó? Oksa. Csak ez szerencsénk, hogy nem álltak össze velük, nem? Ez most azért most ők összeállnak az olaszokkal, az egy kicsit necces lett volna. Sziasztok! Jó, mondd a számot, beírlak. Megosztom egyébként. Jó. Egy jó haver, csak hogy tudod, néha félre megynek ilyen mesterünk képek, aztán múltkor én is kaptam. Igen, elnézést, ilyen előfordulhat, igen. Meg majd visszamegyem, én mondok valamit.
Oszd meg, vagy mondd a számodat. Most ezt nem értem. Most ő is Kai. Mindjárt. Hogy hívnak? Engem? Zsuzsónak. Zsével. Zsuzsó. Jó, várjál Zsuzsó, írok egy SMS-t. Okse. A szaklató! Megkaptad? Pillanat. Nem nagyon. Nem? Akkor megmondom a szám. Vagy várjál, főhívlak. Jó. Csöröksz? Csörök. Jó. Király, Kobra néven nyugodtan mentsél el. Aksan, csak hogyan? Kobra. Hogy itt van, ja, várjál, akkor vagy nincs akkor... Itt, igen. Akkor nyisd meg a név... Ja, és akkor diktálom, jó? Ja, aksan. Szólj, ha diktálhatom. Ma diktáltad. 55. Igen. 36. Igen. 74. Igen. 76. 3. Szénának írtam. Jó, kobra. Oké, meg vagyunk. Jó, király. Köszi Zsuzsó, akkor ezt nagyra értékelem, hogy így döntöttetek. Vigyázzatok magatokra a tárgyaláson, mivel ezekből bármi kiterik, jó? Tudom, oké. Jó, király, köszi. Jó, szép a baj, nézi, hogy mi van. És még annyi. Szia. Elszabadultak a kájék. Mit akartam megint mondani? Na, jó, kezdjük. Hát én azt nem tudtam. Nagyon jó szülöztem, Máté. Addig meg... Ja, igen, hogy... nem tudom, hogy Feka nektek mondta ezt az egész... új darab, új fegyveres zsidit. Tehát, hogy... vagy ez... Ó, köszönöm szépen. Nincs ebbe. Egy égyen rágoz. Orbit. Ezt, igen, 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 csak lenne, nem tudom, hogy hogy tudjuk meg. 50 fegyver. Hogy? Fegyvert akarnak venni, de mondtam, hát nem tudom, hogy adunk el, vagy hát mostanában nem fogok. Hát igen, mert most adtunk 20-at el nektek, és akkor nekünk is kell. Ja, most jelenleg nem tudunk fegyvert adni. Mondtam is neked, hogy ezt majd itt megdumáljuk, hogy valaki takar-e. Hát, ha nincs, akkor most nincs. Valami... 250 darab fegyvőre, MK2, meg kombat. Mennyit adtak darabjáért? Ezt akartam mondani, hogy is ezek egy 6x6 nem érdekel. Nem. Valaki kintadta megint 6x6-ot múltkor is valakinek? De, megint van egy Merci 6x6-ot. Ami itt áll. Ott. Ez igen. Aha. Tele vagy 6x6-tal. Nem semmi. Pillanat, egy percet. Tisztelt lakosság, rabszállítás veszik el. Aztán le van a vázba védőzve rendesen, vagy rohadt meg a szar. Jó autók ezek? Mennyibe megy tüdesz? Srácok, elvesszük a börtönbe. Kit visztek a börtönbe? A börtönbe. Akkor menjünk! Nem? Mikor vitték el? Bakker! Mennünk kell, mert az egyik társukat szállítják. Majd dumáljuk, jó? Majd dumálunk, köszi szépen! Bakker! A Bömös meg szállítják! Viszont nálunk nincs mindenkinél fegyver. Halljátok, ugorj egyet! Nincs idő hazaugrani, öcsiát, már viszik el! Most mi legyen? Ugorjunk haza, nincs. Nincs hely. Most Bömös. Tőlünk egy ember, valaki hozzáfér a tárolóhoz. Nem a Bömös, ez az Ondó. Nincs fegyver, nem tudjuk kihozni. Kája, tengedd el, mert ott van. Jó, honnél szállítják? Már ott van. Szállítják, már viszik keletén ide halni. Szerintem maradt van ott. Én már kiírtam, hogy szállítás? Most hova hazafele vagy a szállításra, hogy mi lesz? A fegyver. Na nincs fegyverünk, mire kihoztunk mindenkinek fegyvert, amire ott elviszik. De ugyanott vagyunk, mint hogy fegyver nélkül oda megyünk, tehát... Kinek nincs fegyver, az ne jöjjön oda. Hát akkor nem lesz fegyver. Ilyen nagy autóval menjünk vitálni? Igen.
Ja. Attól függ, mennyien vannak, ha nincsenek sokan, az zsarukat. Begyül azzal, ha lehet, az hozzon izért, az erebjárót, hogy gyors, meg lehet felpicsálni. Vagy szó volt, ami gyors. Van a Facebookban egy helikopter, azt el tudjátok vinni. Az egy emberet, hogy minden helikopter. Megyek elé. Oké, okay, itt vagyok. Raktam kocsoportnál, és nem. Ezek a rendőrökkel. Már ott vannak. Hát akkor van a Ájj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 j
miért nem szóltatok hamarabb hozzá? Egy autó viszi be, egy autó. Én is bölcsönnél, hol? Ányi híd, most vagyunk a Bánya hídon. Az ördöhöz. Az alkukat. De nem tudtuk, hogy elkapták, vagy mi? Engem hívott. Akkor miért nem szólt előbb? Azt mondta, nem viszik börtönbe, nem viszik börtönbe, azt mondta. Ooooooo! Oh! Kell tankolni. Ez az én basszom, mert úgyhogy ez az én sorom. Mert én nem szóltam időbe, mert engem kaptak el vele együtt. Én is be voltam tálítva. Engedde, gyere, engedde. Ezt, mikor a rókával vitték el? Bevitték. Jó van, Max egy fél órát kapott, de akkor is jó lett volna. Nem tudom, hogy hol találkozunk, én nem értem rejtetni. Hát akkor értem azért. Na, fiúk, akkor most már erre menjünk. Kérdezem én is, ötödjére kérdezem, hogy nem erre már bevitték. Bevitték, hát mindenki, szeretessen tankoljon mindenki, aztán hallottátok, az olaszok csicskáznak minket, meg minden, úgyhogy őket kell levadászni. Állj, mert volt valami Jézus. Igen, hazamegyek, és osztok. Vagy valaki előbb hazaír, akkor oszthat, Róka. Hallod, Kobra, de volt valami a Jézus. Mi volt a Jézus? Az volt, hogy odajött a házatok elé, ketten voltak, a Jézus. Majd is, hogy itthon leszünk-e, mondom, hogy nem. Jó, akkor majd mi hamarosan jövünk. Meg valami kilakoltatásról volt szó, meg valami. Kilakoltatás? Jó, hát akkor... Ki akarnak lakoltatni? Akkor kerítsétek elő őket. Vagy ki kell menni a templomhoz. Rácsok tőlünk, hány embernek nincs fegyvere? Egy. Jó, adunk mindenkinek kettő. Fegyvert. Nekem gyert, is. Gyert a fölpumpa. Oké, okay, hol van benzinkút? A főszer. Ezzel menj... Itt van. Ezzel menjek? Szín, nem tudom hol van, kidobta, azt írta itt az előbb. Ezzel, ezt használjuk, vagy a... Igen, hol vagy? Hát én most futok a publikhoz, elvittek a manok, de a kék színű csíkomat azt elvitték. Jó, mondd a számod. 112. 112? 112. Kamarót használjam? Jaj. Azért megtankoljuk neki. Lehet kártyával fizetni? És az olaszokra menjünk rá, vagy megvárjuk, amíg ez a másik csapat megint tárgyal vagy? Tudod, hol jön? A házam, várjál. Eldobtam a fegyveremet! Pőkumpa, vissza. Hova dobtam? Itt vagyok a sarkon. Várjuk meg még a másik csapat szárba, nem? Hajátok? Véletlen eldobtam a fegyveremet, hol találom meg? Na földön, ahol eldobtam. Földön, amerre eldobtam. Hasítom, hova dobtam? Ahol keresd meg. Minusz egy fegyver. Minusz egy bátya. Most szórakoztok! Ma kétszer jártam így. Csak háromszor. Fejbe, hogyha nagyon sok vagytok, át lehet rakni más gombra amúgy. Át lehet rakni más gombra. Én is átraktam. Hova megyünk? Fejbe azért. Jó, megyünk haza akkor. Ha kell izé, fegyver, meg lőszer, akkor itt a kocsimba vegyen ki. Vegyen ki hozzá, 120 ammó. Beledobtam ide a kútba! Nincs üzemanyag a kúton! Nincs üzemanyag a kúton! Hát, azt hittem, hogy van, és jöttem volna tankolni, de hát...
Merre vagy? Sajnos elfogyott az összes izomanyag. Megitta az összeset? Dehogy ittam meg! Nem talált itt egy fegyvert a fődön? Nem látott itt valahol? Itt van pont nálam. Fővette? Ott volt. Azt én dobtam el. Nem magának? Hát jó lenne! Az a baj, hogy egy tankot akartam, azt eldobtam. Oda? Mit fizet maga ezért? Hát most mit, adok érte egy tízest, most én szerencsétlenségem. 20? Milyen 20? 15? Értitek, eldobom, fölveszi a fegyveröt. 19? Eldobom a fegyvert. 19? 17. Valakinek megvan a Jézus szám? 18 és fél. 18. Nekem megvan. Na, pont a számom, 18. Itt vagy, akkor most jöjjön oda. 94. Itt az ATF-es csávó, ezt tartja a fegyvert a helikopterre, ez mi? Jó, lenyúlt minket. 92. Hát, utaltam. 18 ezeret, annyit beszéltünk. Na, utána. Én nem úgy látom azt a 18-et, amely évet. Még tényleg 18 ezeret utaltam. Akár, hogy visszakeresem, mert nekem nem az jön ki. Mennyi? Nekem egy jön ki valahogy. Egy! És hát most 18 ezeret utaltam. Hát azt én sem, eskü 18 ezeret utaltam. Szerintem valami baj van az applikációval. Próbálj meg még egyszer. Hát próbáljam meg! Próbálj meg még egyszer. Aha, próbálj meg még egyszer. Nem próbálom, mert átutaltam a 18 ezeret. Megegyeztünk. Kell a fegyver vagy nem? Hát ezt elhiszem, mert lehúz az egész. Csávó. De kell, hát megbeszéltük a 18 ezeret. Hát akkor rájön. Készpénzt is elfogadok, nem kell, nem beszélni. Készpénzt is. Ha jó, jöjjön akkor az ATM. Meg van itt ATM? Nincs ATM. Hé! Van nálad pénz? Van nálad KP? Nem elérhető Jézus, meg kell látni. Van nálad KP? Kártyáról is működik. De nem az! Ez a csávó, eldobtam a fegyveremet. Ez a csávó megtalálta és 18 ezeret kért érte. Kifizettem a 18 ezeret. Azt mondja, nem érkezett meg, ezért kér még 18 ezeret. Intézzé már valamit, légy szíves. Na vigyázzunk. Igen, tessék. Szia, ura. Igen. Uram, itt van? Itt vagyok, haló, itt vagyok. Na most mi a probléma? Megtaláltam egy fegyvert, azt most nem tudom. Valaki fegyvert osztani? Hát én úgy láttam, hogy elutaltam. Na, valami szóval teljesen. Jobbra fel a kezét. Bocsánat, csak ki akarom dobni. Mi a baj, de én? Hova dobtam? Márja, még megkeresem, hova dobtam? Mi volt eddig, hogy amúgy mi eljövünk? De hova dobta? Eldobja! Hát itt állunk az ajtóba. De gyakorlunk. Róka nem oszt? Még nem értem az a róka nem oszt? Még én sem értem, ha oda szereltetni voltam. De hol van? Hol? Nem találom, hova dobtad! Most megyek haza. Hát ezt nem hiszem el. Lefegyvere, de eldobta. De hogy hova? Látsz valamit, Magic? Jééé! De jó! Na mondom, mi van? Megkötözi! Semmi. Hova dobta? Infinity alap. Hát ez az Infinity alap. Nulla autó, nulla ember. Akkor állj el. Jézus, nem legyen fegyük, amit a repülőmódon. Széna, azért hívtuk Szénát, ne hadd előtt. Állj már, arrébb! Nincs itt. Ott van. Hol? Ott van, maga vak. Nem rottó, de itt van. Ja, látom, köszönöm. 18 ezeret kérem. Nem adom, hát így is lehúzom 18 ezerre. Na, oké, oldozd, de azt menjünk. Ez ilyen újítás, dobás. Találkozunk még. Jó, az jó volt Patukával. Nem ölöm meg. Át akart verni. Hát eldobta a fegyvert, nem non-RP, eldobta a fegyvert. Kaszinózni is, nyitva van a kaszinó.
Ilyen ja, meg... Ja, én voltam fő. Hol a rendőr? 500 like-nál chat, 5 szubi repül. Jó, ha főleg, ha kergetnek a zsaruk. Igen, amúgy ez jó lehet. Jó lehet még, pozitív lehet számunkra, igen. Nem tankoltam, mert azért, mert a kamarúra lecseréljük. Árész, ez miattad van. Akárcsak pedig látom. Ja, normális vagyok, csak ütköztem, az a baj. Miért dobj el? Hát ha hosszan nyomod, azért eldobja. Van ilyen újítás. A fiam abban lesz, én dobom is a kötelet. Hát meg én is. Mit szólt, én tézzékáljam. Szia Krisztián. Köszö. Jézussal is beszélni akarok. Ez nem csak egy lehet, jó van. Mi? Vagy fiam. Az UVU Café vezetőt keressük a kávézójára. Ajaj, ajaj. Vá? Ki az az UVU? Ez nem adó. UVU Café, az kicsoda. Mi hallok szirénát? Templomnál. Rachel, Ricky. Hív a kolc. Ja, a bolik volt lehet. Üdvözlöm! Jó napot kivárok, uram. Hogy tetszik lenni? Jól vagyok, köszönöm szépen maga. Én is nagyon remekül vagyok. Szóval a mai nap... szerintem ez a randizás megoldható. Nagyon jó. Viszont tájékoztatnám. Tudom, hogy maga itt egy sántékával, amiben. Nagyon gyanús nekem itt az úriember egyébként. De az a helyzet, uram. Elmondom magának, hogy mi van. Tehát, hogyha maga szórakozni fog velem. Igen. Bármilyen fajta utámód. Tényleg, akármit csinál. Csak át akarom adni az információkat. Milyen információkat? Hát azért találkozunk, nem? Hogy erről a volt barátomról átadjak minden információt. Akkor kettő. Igen, ezt tudom. Csak... hát itt a volt barátjáról derítettem ki dolgokat, és elég kacifántos itt a túrája az úriembernek. Tehát valahogy úgy volt beírva a rendszerbe, hogy a világ legjobb sofőre emellett ugye még körözés volt talán egyszer-kétszer, de nem fix. Igen. És nagyon remélem, hogy maga már, vagy nem tudom, hogy honnan ismerte, vagy hogy ismerte, de remélem, hogy kiszokott ebből a hülyeségből. Nem tudom, szabadúszóként mit tevékenykedik, én ezt nem szólok bele. Hát ezt elmondanám, hogyha találkozunk, természetesen, hogy miket szoktam csinálni. Jó, rendben. Nem tudom, mennyire higgyek magának. Hogy egyedül találkozik velem, vagy képes velem találkozni egyedül. Találkozunk egyedül, és mi van, ha ő nem egyedül jön? Hát, hogyha bármi elsülne, higgyen el, tudni fognak róla a kollégák. Jó, rendben van. Mikor és hol? Meg fogják keresni. Tudja mit? 19 óra 10-kor fogok magának küldeni egy ismeretlen koordinátát. Jó. Rendben, akkor a múltba vissza kell utaznunk. Még egyszer? Akkor a múltba vissza kell utaznunk. Miért kell vissza? Mert 19:10 már elmullott. Aki lövöldözni. Jaj! 20 óra, bocsánat, időátállítás a rossz sem vigyel. Szóval itt az órán még át van állítva. Nem vagyok körözött, ja. 20 óra 10-kor, nem vagyok körözött. Koordinátát, egyedül jelenjen meg. Rendben. Én beszélgetek. Semmifajta, semmit nem szeretem. Jó, egyedül megyek, ne fusson. Én nem, figyelj, én, fiam uram, én nem fogsz szarakodni, tudja? Oda jön, többen, nagy Isten. Nincs vele probléma, oké. Viszont én a városba azért jöttem, hogy megtisztítsam itt a szar dolgokkal a várost, szóval... Érted, nagyon elszánt. Jó, ebben tudok segíteni. Nagyon, de körülök, nagyon szuper, jó, akkor 21 óra, 20, baszki az idő, keveredik a fejem, bocsánat, csak, na, érti, akkor 20 óra 10-kor küldöm magának azt a koordinátát. Jó, rendben, köszönöm. Okay, vigyázzon hátam mögé, viszont. Na, bocs már, találkozom van majd személyesen egy emberrel, Mizu. Kivel találkozik? Hát egy csávóval.
De milyen csapat? Már máshogy nézik, hallod? Át kell öltöznöm, információkat gyűjtök, így van, nem tudod, hogy ki. Költöző, ilyen szép elegánsban elmentek. Na, de van... Igen, igen. Van valami terv? Adtatok fegyvert mindenkinek, Széna? Hello. Hello. Széna, adtatok fegyvert? Mindenkinek. Nagyon jók vagytok. Jó, akkor lehet az olaszokat vadászni. Mármint jó, a róka jó. Vagy inkább várjunk a tárgyalásokat. Igen. Akarsz menni Beninek azzal nagy kocsijára? Nem akarok most nem. Beni nem akar belemenni. Na, beszélni kéne velük, hogy igaz ez a csicskítás, meg ilyenek. De akkor kitudódik, hogy elköpték ezek magukat, nem? Jaj. Ja, igaz, akkor még nem kérdezünk meg. Hát ja. Viszont... Várunk-e, vagy még egyszer találkozzanak, vagy lecsapunk most valamit, azt kérdezünk. Ki ül a Feri mellett egyébként? Nekem jó, nekem is mindegy. Nagyon eldobta a kanyarba. Te úgyis randira mész, nem? Ja. Akkor adjátok ki a parancsot a csapatnak. Én átöltözök. Adjátok ki a parancsot. Már még három üres hely is magát. Bultás kenyér! Ha hol vagyok, akkor átszállok majd Feri mellett. Valakit vigyek magammal? Nem, egyedül megyek. Hát borulok. Megnézzük, hogy nem, nincs rajtam körözés. Micsoda? Viszont fegyver legyen nálam. Hogy vissza zónálni. Fontosat lépjük. Elveszi a fegyvereket, vagy elveszi a fegyverünket, vagy nem? De nem, nincs, nem vagyok körözve. Ne, nincs oka. Nincs oka arra, hogy bármit csináljon velem. Kaszinóból most ment ki egy olasz. Jó, mindjárt mondja a parancsot akkor a Feka meg a többiek. Hát, már megbeszéltük. Ja, jó, bocs. Mit idérsz? Keresek az olaszokat. Jó, hogy figyelsz, bátyja. Jó, jó, hát, jó. Jó, most vigyelek. De melyik ruhába menjünk? Keresd a Katarina tovább, inkább. Nem merem. Világ milyen, mindig olyan jók. Megyünk már. Ebbe, nem. Ez baj. Ez óriás itt benne, nem? Sírok is. Hello, mit? Nem értettel a feladatot? 60 lőszer elég lesz, csak elég, elég persze. Mennyi vadászni? Feka? Ez a legjobb. Tedd oda, mondjad. Ezt az előbb megbeszéltük kb. 6 perce, hogy az olaszokat keressük. De én sem hallottam. Jó, de Jézus elértem meg az utat, vagy nem? Már menjünk el. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Jó, csak fegyver legyen nálunk, vagy ne? Elmegyünk a fegyverbolthoz, mindjárt jövünk. Max, eldobjuk. Valaki de az a baj, hogy előveszem, csak úgy tudom eldobni, akkor látja. Szóval akkor látja. Már csak 200 like chat és 5 subi, nyomjátok. Igen, hogy értődj. Jó, ne vigyünk. Ne vigyünk, és akkor tényleg nem tud semmit ránk varni amúgy. Akkor tényleg nem, viszont a gulyvállat főhúzik. Esevittóban vigyázzatok, mert izé. Az esevittósok infokat adnak át a rendvédelemnek. Hoppá! Amúgy ők is itt vannak egységgel. Hoppá, hoppá. Na, merre vagy? Itt vagyok bent, mindjárt jövök. Jó. De ne, mi, nem, mi lenne börtön? Nem vagyok körözött személy. Semmi. De ilyen vét vajon mennyi időre csukták le? Biztos, hogy fél órát maximális kapott. Maximális, gondolom. Rendős. Biztos, hogy fél órát kapott. Vigyek kést, az lehet nálam, nem? Kés. Brabussa. Ja, valami olyan autóval kéne, amit nem ismernek. Nem, csak a Colts lesz ott szerintem, ő is abban reménykedik, hogy nem trükközök. 50-es fegyóval, áh, a Smutko Nikolász használtuk, és nem. Mizu veled? Cső. Figyelj, lesz egy találkozóm, azért intézzétek nyugodtan a dolgokat, ne aggódjál értem, aha. Róka. Megleszek. Na jó van. Biztos, nem kell kíséret? Nem szövetkezhettek a terepmintásokkal, így nem kaphatjátok el az olaszokat. Hát nem szövetkezünk a terepmintásokkal. Mondjad, Róka? Biztos, nem kell háttérkíséret? Biztos, ne aggódjál. Figyelj, mi van nálad? Hát ezt ne kérdezz, bogarat. Képzeld el, hogy hírezteld el, hogy csütörtökön lesz a szülőnapom, de holnap tartom, mert holnap tudok jönni a városba. Ó, hát én szerint azt nem tudom. Ja, te tudod? Én mindig. De nem felejtetted? Róka, de szeretlek! Te nem felejtesz el sose.
Igen, az a baj, hogy készültem egy akkora nagy grandiózus dologgal, és kudarcot hallottam. Na miért? Más fogok kitalálni, más sajnos fejben nem jöttek össze a dolgok. Ja. Jó, de hát tudod... Nagyon... Tudod, hogy nem... Nincs szükségem ajándékra. Nekem ti vagytok az ajándék, hogy itt vagytok. Jó, de drága vagy, de... Akartam, és kurva, hogy összejöttek a dolgok, és... Végül... Kurva esett az egész. Kaptam a kordit, ja. Úgy lájkoltad volna, mint a húzat. Lehet, hogy autó, ja. Hát figyelj, nem baj, de igazán értékelem. Figyelj, akartam neked mondani, hogy beraktam 1 milliót a kasszába, jó? Most van benne 4,6 millió, úgyhogy... Aha, kocsikra vigyázzatok. Mit én fel fog kerülni? Kocsi. Kocsi. Ja, úgyhogy... Jó, megjött a koordináta. Jó, mivel akarsz menni? Jó, nem kell, megyek egy olyan régi autómmal, amit nem nagyon ismerhet senki. Úgyhogy lecsatlakozok rádióról. Bármi baj van, akkor hívok valaki, Cénát vagy téged, jó? Jó, nyugodtan. Jó, a Skodáddal mész? Lehet, az jó ötlet. Megy ehhez a ruhához! Azt tuti biztos. Jaj. Legugoltam közben. Te tényleg nem felejtettél el? Most ezen ki vagyok, nem, teljesen. Ez nagyon jól esik. De tudod, hogy kapcsoltam össze? Igen. Hogy nekem meg holnap lesz a névnapom. Jaaaaa! És összekap, így ez könnyű. Nagy, így könnyű megjegyezni. Ez így könnyű volt, ja. Hallod, meg itt beszéltük a többiekkel, jó, hogy na, itt vagy. Bázist fogunk váltani, mivel a rendőrség nagyon szaglászik itt mostanában. Úgyhogy nem jó, hogyha itt maradunk, úgyhogy költözni fogunk. Hát tudod, jól járó nekem mi a véleménye. Ő mi? Hát azt, hogy én nem preferálom. Tudom, Róka, de ide járnak már rendőrök. Széna mutatott egy helyet, az annyira nem adja, majd közösen megbeszélünk valami mást. Jó van, azért mondom, hogy én szeretem ezt a házat. Szép, nagy, luxuskont, hozzánk való igazi elit maffia tagoknak, mint amit vagyunk. Igen. Itt közel a tó van, itt aki akar tud horgászni. Zsozsó. Jó nagy, na mindegy. De na pillanat, ezt főveszem, bocsánat. Rendben, persze. Szevasz Zsozsó, Mizu. Csá, annyi kérdésem lenne per kérésem. Igen. Hogyha ezekkel az olaszokkal akármilyen összetűzésünk lenne, tehát mi még nem vagyunk annyira testes csapat. Igen. Akkor kérhetjük majd segítségeteket? Persze, de az csak olyan esetben megoldható, hogyha fizettek érte. Okés. Jó. De igen. Próbáljátok meg nem balhézni velük, veszélyes figurák tudnak lenni. Tudom. Ma akartok velük tárgyalni? Nem hiszem. Jó, majd szóljál akkor, hogy mi volt. És ez a pénzmennyiség az mennyi lenne? Majd. Ezt majd megbeszéljük a többiekkel, jó? Ja, akse. Vigyázzatok magatokra. Vigyázz magadra. Magadra. Cső. Na. Te is hallod a szirénát? Hallom a szirénát, úgyhogy lépjünk is. Szerintem is. Miért van a hátúváltásnak semmi, de komolyan. Kritya, ide jár a rendőrség, mindent tudnak, kell a frissítés. Ezért érezzük szükségességeit ennek az egésznek. Hello! Hello. Mennyi vele róka akkor? Nem, hát Cína meg ott van a 6x6-ba, de ja, is meg kéne várom. Jó. Nem jött a 6x6-ba, Máté? Ja, hogy Zsolti, ja igen, tényleg, Réven Zsolti, és akkor... Garázs, melyikkel menjünk? Ez milyen autó? Jó, ezzel nem keltünk feltűnést. Tudhatom magával, hogy nem szeretem a későket. Hát ő mondta, hogy jó, 10-kor küldi. Óra 10-kor. Na most mi van, belaggult a telefon. Jó, meg vagyunk. Jó. Az igen, Pityu, az kemény. Na, nézzük, mit akar Kolc! Nézzük. De még nem jó cselt, hát kicsi változat, hogy nézzük, hozzám illik ez az autó. Ez ilyen Jézusos autó, nem? Chat, még 192 like és 5 subi repül, nyomassátok, hát ha nyertek. Szia Zsolt. Elég érdekes helyszínt választott amúgy. Nincs messze a HQ-tól, úgyhogy ez problémát lehet, jelenthet.
Ne aggódjatok, Cset, ez egy jó autó. Mindig aggódtok. Na, Selim, végre. Köszönöm. De érzem az iróniát nálad is. Szerintetek volt? Ja, most live végéig itt leszünk, annyit fog beszélni. Nem? Többieknél most nem tudnak mit sem, most az olaszokat vadásszák. Ez a kupola? Nem, ez nem a kupola. Kékolát kapott a gép! Aha, most megváradsz, jó van. Akkor sajnos nem várlak meg. Sziasztok, chat, vasárnap Discordon moderátor felvétel. Aki szeretne a csapatba tartozni, ez még nagyobb probléma, hogy ez zárható. Lőszert leraktam, igen. Szerintem is Dominik. Minden oké, Bika, hiányzol. Szászke, kisöcsém, hiányzol. Csett, elmegyek addig pisíni, amíg a kolc megjelenik, jó? Két perc. Megint most értél haza, Bika, állandóan dolgozó ilyen. Na, visszaért Kolc. Kék halált kapott a gépe. Írunk is neki. Maga várat meg engem. Én ezt nem szeretem. Zokon veszem. Nem, nem Benjamin, Discordon lehet csak soha. Nem is én leszek ott a meghallgatásra, a többi moderátor lesz ott. Nagyon jó nyomod, Bika. Nagyon jó nyomod. Na, már csak 150 like chat. És a nagybátyám oszt 5 subit. Viszont ez zavar engem, hogy ez zárható. Itt mi van? Itt mi lehet? Az lesz a másképp, ha ő bentről kinyitja. Még az lesz a furcsa. És ez nem lehet egy HQ. 78-on vagyunk fönt. Szia Bálint, cső. Megvárjuk Kolcot. Már biztos jön vissza. De szerintem ez jó ez a set. Élményképekben ez jól, jót mutatna. Ezt nézzétek. Emlékszel Szavára? Ja, Szlávára, gondolom, Pityú, rá gondol. Persze, hogy emlékszek. Minden oké, Józsi, köszi. Ja, új fiókot lehet csinálni Discordon, nem? Rendőrségi hely lehet. Szedjem le a rendszámot? Talán nem kell szerintem. Szia Pávó Benike. URFK felhívás. Helikopter tartsa be repülési magasságot, köszönöm. Többiek addig az olaszokat levadásszák. Igazából akkor az ellenségeink maradtak az olaszok, csak ha megerősödnek, akkor megszívjuk. Molnár János, nem tudom, mi lett amúgy vele Molnár Jánossal. Lehet, hogy nincs ideje játszani. Helyes, Martin. Úgyhogy itt várunk. Viszont nem tudom, hogy hogy tudnánk becsapni Kolcot, mint rendőrt. Ugord át a kaput. Hát tudjuk. Kriszti. Nem, ezt, ide nem lehet bemenni máshogy szerintem. Nem, itt ezt nem lehet bemenni. Nem lehet bemenni. Ah.
Menjek fő rádióra, hallgassuk meg, hogy mit csinálnak a többiek, az jó ötlet. Majd később. Sziasztok, most külön RP szál van. Jó, itt van. Valahogy törbe kéne csalni, nem? Milyen tévét készülünk venni? Van itthon tévénk, Zsolt, ami itthon a szobánkban, azt fogjuk átvinni. Csak már csak 130 like, nyomassátok! De helivel dehogy nem be lehet repülni. Nem, de kíváncsiak, hogy bemegyünk-e? Köszi Rita, Jakab Rita, az első donésedet a csatornán. Nagyon kedves vagy. Ez baj. Azt hittem először, hogy MG-s jön elütni. Bátőfő, ez most mi volt? Jó napot. Jó napot. Mi volt ez a fejérgépjármű? Azt nem hittem, hogy amatőr itt az úr. Nem hozzá, kicsit megijedtem én is. Én nem tudom, hogy ki volt az. Mondott igen. Valamit magának? Igen, hogy... Csak itt kocsikáznak. Pont egy baszott nagy hegyen, ahol semmi sütít, egy adóton és le van zárva. Értem, érve megbizonyosodhat róla, hogy nem én hívtam, ne aggódjon. 400 like, köszi Gábor. Jó, személyek a rádiómra, ha nem zavarja magát. Nem zavar. Be is megyünk? Oda? Nem. Csak egy putri hely egyébként. Jaj, értem. Megricsa 18. Szerint a városba. Nem. Egy olyan 10 perc. 10 perc? Áááá! Na. Szóval uram, térünk itt a tárgyra, jó? Rendben van, bajusz. Milyen bajusz? Nagyon sokan szoknak valahogy, hogy bajusz király vagyok meg izé. Tudja, mi szoktam azokkal csinálni? Agyon ütöm őket tompába. Mi? Hát egy rendőr nem üthet agyon senkit. Vagy ezt civilbe teszi? Hát, maga szerint. Ha rám mondja, hogy bajusz király, meg mit tudom én, akkor nyugodtan nyakon vághatom pompával, szóbeli inzultációs előhívás miatt egyébként. Értem. Szóval, itt az úgy látom, hogy pénzszűkép van itt a gépjármű illetve. Mondjuk azért öltözködés elég kifinomult. Hát igen, a megjelenés számít, de az autóm az valljuk be, támogatást akarok felvenni autóra. Kijött egy olyan, hogy az 1980 előtti autókra lehet felvenni pár millió forintot, és akkor én igényelni fogom. És azt mondták, hogy a rendőrségtől lehet ezt nyugodtan igényelni. És ez hova leírva? Ez kormányrendelet. Kormányrendelet, értem. Csak az a helyzet, hogy kevés kormányrendelet van egyébként, ami ilyeneket tud kinyilatkoztatni. De... Megértem, elhiszem uram, és akkor tudom is. Na, térjünk a lány, itt a dolgokra. Jó, rendben. Szóval megtaláltam ennek az úrnak a telefonját, itt a SIM kártyájában a kis telefon. Igen. Találtam érdekes dolgot a barátjáról. Igen. Tud róla mesélni? Persze, tudok. Ő itt említette nekem, hogy itt a vezetői tudása, ugye. Ő nagyon jó, meg kifinomult, ugye? Hogy így, ilyen információi vannak róla. De stabil információ, hogy van. Rendben. A város Form 1-ese. Rendben, ez tévhit. Sajnos meg kell osztanom önnel, hogy tévhit. Ő volt a legborzalmasabb sofőr a városban. Mindig veszélybe éreztem magam. Hiába kötöttem be a biztonságimat, mert halálfélelmem volt. És mindig mondta, hogy ne aggódjak, semmi probléma. A jogosítványát azt vette a Temuról, hogy őszinte legyek. A Temuról? Igen, onnan berendelte. Azt mondta, hogy jó lesz. Megcsinálták neki Kínában, érted? Úgyhogy... Na, értem, persze. Vezetni nem tudott. Egyáltalán. Megint jön egy autó. Itt van az autó. Tényleg nem velem van. Cset. Ez probléma. Hívok fel egy egységet. Jó, uram, az jó felé, lenne. Jó? Hívjon. Jones Connor. Csett, ezek pozíciómra. Itt nem erősítés és kell, hogy találtok ide?
környéket tartsátok, mert behatolók jönnek ide fejérgépjárműkkel, egy Cupra, illetve egy Velociraptor volt itt, valószínűleg kettő elkövető van, szóval négy darab felvérkező, illetve nem velem vannak. Előkészültségi szint szerint. Még 8 like, csak. Csak a környékre. Lehet itt laknak, lehet ez hákul, persze. Itt a Hollywood felirat fölött vagyok egyébként, itt a nagy cinema fölött. Ja, ők a állami bank fölött a térképen, jó? És jó, nem lehet, kell ide nem lehet, pontosan hogy... a pozíciómra, csak ide a környékre, jó? Ja, nem kell teljesen följönni, jó? Szóval, mondja csak. Tényleg azt hiszik, olasz vagyok, tényleg? Lehet, hogy itt laknak, nem? Mert lakat van rajta, nem? Jó, figyelj, a... Pillanat. Nyugodtam. Kényelmetlen érzem magát az úr egyébként. Nem baj, csak... Hát a rendőrt látok, akkor mindig nem az, hogy biztonságban érzem magam, hanem inkább megijedek. Pedig ugye önök értünk vannak. Így van. Na, szóval igen, azt tudtam, mert az ember, ez az ember barátom volt, mindig le akartam beszélni a bűnözői életről, de sajnos én is kevés voltam hozzá. Fenyegették, az a baj, hogy sokat kábítószerezett, és Xanaxra ivott alkoholt, úgyhogy bolond volt a fejére egy kicsit. Értem. Érdekes információ közök. Igen. Viszont megjárta a börtönt is, úgyhogy nem kellett félteni. Gyilkossági kísérlet miatt. Igazából gyilkolni nem gyilkolt, de gyilkossági kísérlet miatt igen. Előfordult, hogy bezárták egy kicsit. Pozitív, igen. Igazoltassátok őket, ha látjátok, jó? Ott nem szél fegyver lehet náluk, szóval vigyázzatok, jó? Jön az öt szubicset! Bocsánat, csak itt a kollégák, itt vigyázzak a seggünkre. Szóval, az a lényeg, hogy... a városban, elmondom az én problémát most jelenleg. Igen. Tehát a városban jelenleg kezd elszabadulni a bűnözés. Hát igen. Én azért jöttem a városba egyébként, hogy segítsünk az országos rendőrfőkapításának a teljes körű ellátását, illetve segítséget. Ezzel szerintem kezd haladni is, csak az ilyen gyökér típusok, akik itt körözgének körülött, baszki fehér kocsival. Ezek bűnözők lehetnek? Nem akarok meghalni. Tengerbe lehetne szarni őket. Ne féljen, meg fognak közelíteni minket lehetséges, itt a kollégák majd gondoskodni hát fognak, hogy elpicsázzák őket rendesen. A lényeg annyi, hogy ezek a emberek ellen szeretnénk pont tenni, csak itt a legnagyobb probléma jelenleg, ilyen kék gépjárműben lévő... Kép, a rádiózik itt az úriember a kocsiba, itt a közelünkbe elvileg. Mi érzi a jelet, nem, hogy hallotta? Nem, hát rádióznak és sajnos... Köszi Gábor! Szóval nem is tudod a barátjait egészen? Nem. Ebbe biztos lehet, hogy nem. Nem, nekem nincsenek ilyen barátaim. Értem, bocsánat, csak egy csapogó itt borondul, szóval... Megnyomott valami gombot? Menjetek csak. Szóval, annyi a lényeg, uram, hogy itt a bűnözőkön szeretnék adni. Szülinapi szubi! Vannak ilyen. Babakék szint, kis rúgdalózó kótyába járó kis de itt követő. Jöttem főfele a városból, láttam őket, igen. Meg nem is tudom, elég sokan vannak, bár elég fostosak szerint. De az már csak az én véleményem. Igen. Róluk tud-e valamit esetleg? Hát az a helyzet, hogy múltkor elkaptak engem is itt, a kis autómmal itt a városban, de viszont nem szeretném ingyen átadni ezeket az információkat, tudja, új autót szeretnék magamnak venni. Úgyhogy elmondom, amit tudok, és használható információ önnek, hogyha fizet érte. Figyelj, mit szól egy másik ajánlathoz? Igen. Magának az szerintem sokkal jobb, és nekem is sokkal jobb. Igen. Szóval, én van kettő darab titánom. Új Jeep, teljesen fullos, mindegyik. Annyi a lényeg, hogy az már importkocsi. Olyan már nem is jön be a városba, és kevés van belőle. Sőt, autói? Egy olyanba ki tudunk egyezni. Az nagyjából egy olyan 300-400 ezer adó. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyi a piaci ára, de akkor 3-400 ezer körülbelül. Nagyjából, figyeljen, biztos, 200 ezernél biztos, hogy több. Azt hiszem, hogy kiszálltak az autóból. Igen, maradjon csak. Hát ez csett! Lefegyvereznek minket, kik ezek? Zsuzsóik lehetnek? Remélem, hogy nem ügyködnek itt semmibe, sem ön, sem más. Az a csaj, ja. Az a helyzet, hogy itt láttam a domboldalba őket. Köszi Gábor még egyszer.
Jó, hát a kollégák már nem tudnak jönni, szóval én most csak beszélni jöttem magával, mindenfajtaképpen. Jó, folytassuk, persze. Jó, rendben, akkor ez az autóba ki tudunk egyezni, de hogy lesz ennek a menete? Előre odaadja, vagy fél információt adok, utána írja át? Nem tudom, Fülti. Szóval ez úgy fog működni, csak hogy megbízzak magában, mivel maga információt ad, ezért nekem az kézzelfogható bizonyítéken kell dokumentálja mindenfajtaképpen az országos amit tudnak már, nem? Algoritmusában, de el legyen mentve. Magának itt ezben ez a jó az egészben, maga egészben megkapja a kocsit ugyanazzal az értékvalutával, minden papírával, STB, magának csak tökön futkorász, ott egy nyúl, vagy mit? Azt szerintem egy ember, ember ó. Jó, oké, nem akarom lelőni, de szóval nagyon egyszerű itt a dolog, hogy átadja maga az információt, csak hogy megbízok én is magába. Igen. Te rendőr vagyok. Nem tudom, te maga mit dolgozik egyébként? Azt nem hát, szabad azt mondta, igen, szabadúszó vagyok, és az a helyzet, hogy hát most be fogom vallani a bűnömet, amit csináltam, most tegyen belátás szerint, hogy mondja csak. Le fogja tartóztatni ez miatt, de katalizátorokat lopok, és értékesítem aha. őket a fővárosba, onnan pedig szállítják őket Lengyelországba. Aha. Már komolyabbra gondoltam egyébként, hogy kokainnal kereskedik, hogy felvonni. Dehogy! Figyelj, uram, figyelj, az sem baj, ha elmondja. Én, lehet ez a hákójuk, olyan rendőr vagyok, ami... Lehet amúgy. Maga meg nem öli a kollégámat, meg... a városlakókat nem sodorja veszélybe, akkor... nekem ez az így rendben van. Hát... most csak... Hát tudja, az a helyzet, hogy itt a normális munkát már ne, a normális munkát már nem becsülik meg ugye a mai világban. Persze, és gondolj, akkor még kérdeztem. Aláfekszek parkoló autó alá, kivágom, csicsad, dír, dól, aztán... már más aláfekszik, de jó. És akkor felvásárolják. Értem. Nagyon szuper. Jó, szuper. És ezekről a kék kocsisokról egyébként mit tud? Jó, akkor hogy lesz csak, hogy a tisztánlátás kedvéért. Most átadok pár információt, én és van. Akkor ön átírja nekem az autót. Szóval, hát maga átadja az információt. Nekem erről meg kell győződjek, hogy validak. De én senki sem... Ugyan ezt hülyén tudom mondani, de olyan szintű megbízásom egy személybe hát az a baj, egészen szettem. Addig nincs, valami én nem hallottam, informál. Nem éreztem fingani. Szóval maga is tegyen így. Átad pár darab információt, amit tud szolgálni, nagyon egyszerű, átadja, lefutatom a rendszerbe, hogy tényleg úgy van, utána nézünk, és hogyha validek az információk, utána tudunk beszélni a nagyobb szállítmányokról, miért kérhet pénzt. De én most itt olyanra gondolok, hogy azok a kék személyes gépjárműből lévőek, hányan mozog, van-e ilyen ismerős családuk esetleg, akikkel együtt bírnak dolgozni, ugye bármilyen, hogy a város megtaláltom a filet, a banda már? Is, illetve ezek a bűnszervezetek ugye esetleg nagy részében, hogy össze szoktak dolgozni mindenfajtaképpen, hogy kellő minőségű és mennyiségű dolgot el tudjanak tenni a város. De nem tudják, hogy hol van a kékeknek a hátulja. Gondoltam, hogy ezek a kék személyek, mert olyan kontrolláltan mozognak, ezért gondoltam, hogy azért nem egy falu háta mögötti kis szegény csávó vezeti azt az egész bűn szervezetet, véleményem szerint. Elég nagyobb pofájuk. De kékekről kell, nem az olaszokról. Többet szeretném magát is megtudni. Értem, hát nagy szájúak, az biztos, mert említettem önnek, hogy elraboltak. De akkor, hogyha én is találkoztam erre föl, meg mondta, hogy erre fel laknak, akkor a házukat azt már tudja, úgy gondolom. Hát az a helyzet egyébként, a házukat hogy... elmondom, hát azt tudja. Nem egészen lehet. Ugye dokokban van egy pozíció, mi ott gondoljuk őket, hogy ott lakhatnak egyébként. A dokkoknál, így van. Nagyon sokan ott szoktak lenni egyébként. Rengetegen ott szoktak lenni. De persze lehet, hogy azokat is magának, és egyébként... nem mondok magának semmit ilyen információval kapcsolatos, hogy csak beszélgetünk. Tehát mondom, hogy meg nem bízok magába, addig ennél semmilyen nem fogok elmondani. Jó, hát megmutatom akkor, hogy hol laknak ezek, mert oda vittek engem. Csoda, hogy életbe hagytak, ezzel meg is lepődtem. De valami olyasmit hallottam, csíptem el, hogy nem sokáig fognak ott lakni, úgyhogy nem baj, hogy hazavittük ezt a, idézem, csicska gyereket. Mert azért nagy volt a szám nekem is, és beledumáltam. Aha, értem. Úgyhogy ha beszáll az autóba, akkor
akkor a GPS koordinátát azt megmutatnám önnek. Látna, nem csak muszáj valamit, hogy bízzon benne. És kövesse az utasításaimat, jó? Jó. Lát egy földútat, itt lehet egy földútat jobbra. Beszállok a kocsiba, maga elkezd tolatni, lemegy a földúton és elmegyünk balra, jó? Oké? Okay. Most itt ami van szembe velem földút? Igen, ott jobbra lenézek ott földút, beszáll a kocsiba, elkezd tolatni. Jó. Elkezd tolatni, lemegy a földúton. És ha követnek és ezek engem? Nem fogják, hogyha faszán csinálja, és hogyha azt mondom, hogy amit... Igen, azt csinálj, amit én mondok, jó? Jó, rendben. Szóval beszáll a kocsiba, jó? Jó. És elhúzunk innen a francba. Beszáll ide mellém? Igen, beszállok, jó? Tolasson, azonnal tolasson és földútra le. És... Jó? Az a baj, hogy rajtuk. Kapcsolja a lámpákat, kapcsolja le. Nem úgy gyanva. Menjen úgy. Itt balra. Egyenesen. Mi, veszélybe vagyunk? Hát, az a kocsi, aki följött, potenciál 50-50%-a lerádiózhat többi csapattársának, amit vélhetően több ember jelent meg fehér géperművekkel, és ez magának, illetve rám is néz veszélyes. Veszélyes lehet, jó. Hova menjünk? Jelölje be akkor. Ide a színpadhoz. Sőt, ezek akkor a intelligens városlakok voltak? Bent a Blankának hívják, megy tovább a főúton, ez lefelé. Nem akadhat. Megy tovább. Merre? Jobbra? Igen, itt jobbra le. Jobbra le. Megyünk lábfú MT-hez. Van egy ilyen kis ház egyébként. Jó, mutass! Megállunk az út mellett, aztán megkérdezik, hogy miért beszélek magával, igazoltatom. Álljon meg itt az út mellett. Jó, rendben. Jó? És mivel igazoltak? Milyen autóval? Gyalogos? Igazoltatás? Ez egy jó kérdés. Baszki, te nem tetsz szembe, minden. Csak álljon meg, jó? És akkor szálljunk ki, nem lesz semmi probléma. Na, szóval. Az van, uram. Ja, akkor megmutatnám, hogy hol laknak. Na, mutassa meg. Jó, beszállok akkor az autóba. Pozitív, igen, itt vagyok. Veszélyes. A többieknek nem mondom el, nem hogy mit csináltam, mert hogy csak azt hiszik, hogy hogy titkolózni fogok, nem? Hogy nem ne szivárogjon sem ki az információ. Most ott volt ott egy lang. Igen. Érdekes. Ott laknak abban a házban, oda vittek engem, igen. Majd győződjön meg akkor az információ hitelességéről. De engem oda vittek és azt mondták, hogy ott laknak. Hogy hazavisszük ezt a bohócot, meg csicska gyereket, ezt mondták. Érdekes, megvettük egyébként, nem mondjuk. Rendben. Csát, mit mondjunk még? Jó, akkor a... El kell mondani a többieknek. Van még kérdés az úrnak, esetleg? Igen, hogy... Nekem is most kicsit rosszul hangzik, de én megsértődtem rájuk, hogy engem elraboltak és veszélyeztették az életemet. Úgyhogy örülnék, ha minél előbb le tudnák őket kapcsolni. Nem tudom, hogy a házat el tudják foglalni, vagy körbe tudják venni, vagy bármi. Őszintén, hát... De nem minden esetben végülünk ilyen meg kell érteni. Inkább ugye... Mindenkit lekövetünk. Uh-huh. Nem. Hallottátok? Mindenkit lekövetnek. Szóval nem mehetek haza. Természetesen, igen. Nem mehetek haza. 10 perces vagyok szerint. Megint 10 perc, abban lett fél óra. Dörsöm, Tali. Jó? Aha, követni fog Chet. Ja, ez most komolyban mondom, nem azért. Akkor nem mehetünk haza. Na, szóval bocsánat, csak itt kollégák aggulnak értem. Jó, a létszámra esetleg kíváncsi-e? Hát ez egy olyan szám, hogy bárki bármi mondhat, hogy hallok 20-30-en, azt a lószart. Igaz, nem amúgy én 50-et számoltam, de nagyon 50-et? Sokan voltak, igen. 50-et. Igen. Nem érdekes. De vannak barátaik is. Barátai? Igen. Az a helyzet, hogy szövetkeznek az olasz nevezetű családdal. Mik ezek az olaszok? Nem Olaszországban lenne helyük?
Hát, az a helyzet, hogy olaszok ide betelepedtek, ezt is ott ilyen olasz csávó, azt mondja, messzi, meg, gráciász, ilyeneket mondott nekem, azt se tudtam, hogy mi van. És akkor mondja nekem, hogy süssön nekem pizzát, tudom, nem kell pizzát, tesó, és majdnem megölt. Aha. Ja. Úgyhogy ők nekik szerintem az a céljuk, hogy itt átvegyék a város felett a hatalmat. Ők a szövetségeseik, az olaszok. Aha. Egyik szó sem, hogy nagyon olasz, tudom. Jó van, illetve nem tudom még... Ez jó lesz. Kíváncsi, hogy lesz. És az olaszok ilyen... Azok ilyen ezüstös színű kocsikkal vannak? Ilyen bronz színűben? Hú, most jót kérdez, mert csak a kék autók álltak az udvaron. Aha. Úgyhogy ezt most nem tudom megmondani. Főnökségnek mondjam értem, el. Értem. Jó. Jó, főnökségnek adjuk át az infót. Jó van, uram. Picit még szkeptikus vagyok itt a mondani valójában. Jó, illetve az olaszoktól tudok pár nevet mondani. Az olaszoktól pár nevet? Igen, hallottam, hogy ott beszélgetnek egymással. Igen. Hogy szólítják egymást, igen. Te fog itt egy edzetvizetet itt a kis ujjamban. Mondja csak. A villánál megyünk, Jézus Krisztusra találkozni. Pepsi-nek hívják. Uram, ezek Bece nevek, egyen meg mondják. Ja, igen, nem mondtam, Bece. Bece névre gondoltam. Hát az a kitöröltem a segémet. Hát jó. Az a kitöröltem a segémet. Jó. Telefonszám nincs? Telefonszám? Sajnos nem adtak, csak fenyegettek engem. Csak fenyegettek volna. Persze. Jó, akkor majd bemegyek a... Viszont van... Van egy... Ott szó... Igen, amikor letérdeltettek. Ott volt egy csaj. És kérdezték tőle, hogy na mi van a rendőr fiúkával? Hallod, az egyik randizik az egyik rendőrre. Az egyik csaj. Széna! Úgyhogy ezt nem tudom hova tenni, hogy most a maffia is, meg még randizunk rendőrre, hát ez nem fér meg egymás mellett, nem? Csaj randizik egy rendőrre? Hogy igen. Pasi? Nem egy pasi, egy csaj, ugye? Egy csaj. Nem egy pasi. De az arról is lehet szó, de most nem, ebben az esetben nem. Aha. Jó, menni kell a villához. Ezt nem tudom, hogyha biztos, hogy nem URFK-s, akkor ezt jelentenie kellett volna a személynek. Csak az a helyzet, hogy lehetséges, hogy... Ezt jól mondja, utána fognak a dolognak. Mi az? Eper. És magának egyébként hogyan hívják magát? Engem? Hát most az öltözködése alapján lehet, hogy azt hiszi, hogy ilyen olasz beütésem van. Hát egyáltalán nem. De el kell árulnom a Bece nevemet, vagy a teljes nevemet szeretné hallani. Hát a teljeset. Rendben van. De és ne akkor megnézem a rendszerbe. Jó, de ne röhögjön ki. Santorini. Ja, várjál. Santorini. Mondhatom? Várjál egy picit, elveszem az MTT-t. Csak. Várjon. Csak betölt. Na mondhatja. Santorini Dákes. Azt mondta, hogy nem röhög ki. Santorini. Görögországban van egy ilyen sziget, vagy hely. Santorini Dákes. Hát... Dákes itt nincsen csak. Csak Roy. Santorini Roy? Igen. Hát nem. Az Roy és Ádám lesz szerintem. Nem lesz a rendszer, hát persze. Hát nem is. Én nem vagyok közrözött bűnöző. Hát az egy dolog, te minden személyben van az jó, akkor, tétében. Jó van, akkor Roy. Na, ha úgy tetszik, csak a Dákest jobban preferálom. Csak valakinek eltaláltuk a vezeték, nem értek ide az MDC-be. Akárhogy tudtad utgálni, de én nem látom, hogy ennek kocsi ennek a rajnak, mert itt ennek nincs kocsi. Jó. Most a katalizátort lopok, ön szerintem kötöm el az autót, ami alól kivágtam. Hát
igen, de azt mondta, hogy most ez a magáé, nem? Ez jó, azért, mert nem akartam magamat lebuktatni. Cset, eltaláltam. Ha jelent a kocsi, mondja előszinte. Akkor az autó nincs bejelentve. Hát most nézzem meg, ez a katalizátor más. Se volt. Hát jó, azért elnézem, de most... Na menni kéne a Jézushoz. Lelóg a izébe, az sárvédő, értél? Szólnak belőle a... Ja. Na figyelj, akkor győződjön meg az információk hitelességéről, és akkor hívjon, hogyha meggyőződött róla. Jó, rendben. Jó, akkor... Uram, egyébként igen. Az alkoholhoz meg inkább élik fel egy nyakkendő csokort, vagy simát egyébként. Rendben. Felhangosat egészen hasig. Csak mondom. Rendben. Így jobban, ütősebben fog kinézni. Csak azt akarom. Rendben. Jó, oké. Okay. Jó, még akarok valamit mondani. Előveszem igen. A telefonomat. Rosszul kezdődik. Igen. Várjon, előveszem a telefonomat. Ez a Dákesz, hogy na jött magának, elég érdekes név, hogy te mondjak. Majdnem rögtön is egyet. Molto bello! Monsieur, molto bello! Azt jött egy nagyon szép fordítson olasz. Fordítson már, uram, nem vagyok olasz. Francia? Nem. Molto bello, ezt hallottam, ezt tanultam az olaszoktól. Azt jelenti, hogy maga nagyon szép. Molto bello. Igen, nyilván ezt jelenti. Jaj, csörög a telefon, most igen, felvehetem? Vegye, bocsánat. Vegye csak, persze. Igen, tessék, én vagyok, anya! Szia, anya! Lányom. Hol vagy? Még beszélgetek az egyik jó cimborámmal, anya. Ne aggódj, lámpaoltás előtt hazamegyek. Mi újság? Hova menjek haza? Micsoda? Te miről beszélsz? Hát megbeszéltük, hogyha lekapcsolják, vagy fölkapcsolják az utcán a lámpát, akkor hazamegyek. Értem, kéne jönnetek, és majd... le kell raknom, mert jön a Nino, szia! Oké, okay, anya. Jó, csak a muter volt ez. Muter? Ja. Hány éves maga? Én? Szakállom 42. Már. 42. És anyukája hány éves akkor? Édes anyukám? 62. 20 évesen szült. 20 évesen. Igen. És maga most hány éves? Mondom, hogy 42. Azt jó, oké, jó, kérett a teszt, azt hittem a 44-et ma. Szuper, jó van, figyeljem. Elmondom meg, én olyan rendőr vagyok. Ez jó RP szál lesz, nem? Aki bárkit megkúpol. Tehát kell a felsőségi készletbe is belekötök. Mondom. Jó, szóval. Jó, tiszta sor. Jó, nem hazudgál, csak mondom. Nem, ma én nem hazudok, Molto Bello. Vár csak 2-3 zsinórba, hogy nem volt bejelentve, nincs. Jó, azt valljuk be, azért a rendőrök nem vallja be senki, hogy ellopott egy autót. Ezt azért aláírhatja. De elmegyek, és akkor csináltatok rá forgalmi engedélyt, meg minden, jó? Jó. Jó, uram. Esetleg kérdeztetek valamit, hogy egy Katarina nevezetű rendőrhölgyet ismere? Katalizátor, hallottam, hogy olyan dolog létezik, hogy Katarina. Miért kérdezi? Csak egy fontos információ miatt szeretném, mert még hasznos lehet az ön számára is a Katarina, mivel hallottam róla pletykákat, tudja, és akkor hát, ha tudok önnek segíteni ebben is. Csak meg kell bizonyosodnom róla, hogy ott van-e a önöknél ez a Katarina. Az helyzet, most mondja, nem mondhatok már neki ilyen dolgot, hogy itt van-e nálam. Lehet itt van, lehet nincs. Miért kérdezi? Mondja, indokolja, ezt válaszolok. Jó, de elmondom, de ez maradjon akkor kettőnk között, jó? Jó, oké. Vaj, baj, szeret és féltékenykedik. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Akkor hallgatom. Néha az egyik kékkel elszív egy füves cigit. Ezt láttam a saját szememmel, ezt legközelebb le fogom fotózni magának. Jó, még Katarinát mondod? Katarina, igen, most nem tudom, hogy melyik rendőrség, mert hasonló mellény volt, mint magán. Ebből tudom azt következtetni, hogy rendőr. Csert, itt ma bele fogunk bukni megint a hazugságainkba, nem? Mindig belebukunk, de amúgy nagyon jó. Jó, mert való életben nem hazudok. És akkor itt kijelhetem magam. Jézushoz kéne menni, a villához. Milyen érdekes. Eszek epret. Kaptam epret. De finom. Hát...
van egy Katarina nevezetű hölgy a MDT rendszerbe, csak az nem minném, hogy... Szóval hogy... Nem is vanyú. Nem minném, hogy rendőr. Jó. Mármint, hogy kétlem. Tehát, hogy... Szerintem... Miért kérdezi? Miért lenne nekem fontos az az... Hát figyeljem! Hát igen, egy rendőr, ennyi? Rendőr elszív a kékekkel, akit keres egy füves cigit. Hát ne hülyéskedjen már. Ott van valami kapcsolat. Fel fogom keresni ezt a Katarina hölgyet, ezt a hölgyet. Jó, viszont mennem kell, mert anyukám már nagyon ideges, és hiányzok neki. Az előbb mondta, hogy minél előbb érjek haza, nehogy probléma legyen. Jó, vigyem el valahova esetleg? Nem, lesz húvarom. Jó, rendben. Csak menjünk, mert Jézus mondok magának, hogy... Anyukás dolgot ezt felejts el, jó? Oké, nagyon megszokott dolog, csak azért mondom, uram. Mi okay. Az anyukás? Mi maga bántani akarja az én anyukámat? Ó, oh, mi baba, kis baba? Miért hisztizik előtt 42 éves korára? Azért, mert édesanyukám az a helyzet, hogy hazavár, vacsorával, és meg akarok minden percet az egész életemben tölteni vele, amíg nem késő. Előbb még azt mondja, hogy a barátja hívta egyébként. Nem, azt mondtam, hogy anyukám hívott. Igen, biztos azt mondta, hogy mást hallott. 100%. Jó, uram. Na menjen csak. Jó. Molto bello. Viszlát, hívjon majd, ha megbizonyosodott az információkról, mert kell majd az új autó. Viszlát! Jaj, még valami, elfelejtettem valamit! Hogy köszönöm szépen, hogy megbízik bennem, és további szép napot kívánok önnek. Köszönöm magának is, vigyázzon magának. Követni fog mi. Jó, és amúgy anyukám a legjobb barátom. Jó, oké. Köszi Szelim! Jó, merre menjünk? Fő kell menni telefonra, és hogy hova menjek? Egy rádióra. Nem tudom, bár. Leúlt igazolt egyet. Minket kutatnak át egy folytában. Itt vagyok, merre kell menni, mit csináltok? Jaj, a paraban mondd meg a rendőröknek, hogy van 3 000, szóval. Itt van Jézus a házunknál. Mondja meg a rendőröknek, hogy nekik van 3 000. Ha para van, ne, amúgy nincs, akkor ne szóljál nekik. Ilyen indokkal nézzük át a ruházatokat többieknek, rendőr. Kettő embernek nézik át a ruházatokat folyamat. El van tartva a kezük és teszik a ruházatokat. Akkor gondolom találják meg a rendőrök. Nem tudom. Ott volt az oldalukban a fejtőben. Hát de most azt nem láthatják. Nem láthatják. Azért van az oldaladon, hogy lássák. Akkor még nem lesz értelme annak, hogy... Menjünk haza Jézushoz, nem? Jézusnak mondjátok... Bocsánat, Jézusnak mondjátok, hogy mindjárt otthon vagyok. Nem biztos, hogy sokáig jön. Most már hazamehetek, csak szerintetek? Az a baj, hogy bárhol lehet. Szia Gábor! Nem akarom, hogy kövessen. Úgyhogy itt kocsit fogunk váltani. Ez a jó megoldás. Ezzel az autóval nehogy meglásson a polc. Hazamegyünk csend, de autót váltunk. Szerintem ez jó ötlet. Jó, bakker, hogy le kell menni. Nem követőt? Nem, a spermibe le kellett volna RP-znie. Úgyhogy veszélyes lehet. Jézus csak nem keresztel meg. Ja, ide megyünk a főpumpba. Ideig csak nem követett. Rádió. Hallod, meg vagyunk, kizéli mágus. Mondtam lerakni. Mik a mágus? Szirina, az bolid vagy? Milyen autó?
Ja, a Ferrari Róma. Az normális, hogy nem vagyok innen köröztek listájában. De ide jön csicsába, hogy 25 fád van rajtam, és hogy engem köröznek a legjobb. Van is. Mondom, hogy bejelentem őket. Ez kék. Meg kell őket jelenteni a gecibe. Most oké, menekülök, de nem menekülök, értem. Pont kék. Tényleg megálltam. Menekülhetem. Dominik, linkelik a moderátorok. Jön rám most a rendőr, figyelj, most belebasszom ide, ha valaha figyelj. Meg a rendőrökkel balhéznak. Akkor megyünk haza Jézushoz. Fiúk, egy helikopteret szétnézek. Jaj! Ide parkoltam! Nem kell szerintem. Jaj. A franc essen bele. Kicsúsztam. Majd most ugrattam át egy hegyet, keci. Menekülnek. Ja, csak a live végén megmutatom Ádik a klipjét, ha akarjátok akkor. Na, erről a kobra. Mindjárt otthon, csak ez a Ferrari Róma csúszkál. Róma, hol vagy? Elmenjünk éppen. Nem, mindjárt otthon vagyok. Akkor vigyázz, mert itt vannak a rendőrök. Egyen szórakozott velük. Ja, hogy itt vannak a rendőrök. Széna, remélem nem bent van. Hello? Halló, halló, mi a helyzet veled? Mindjárt, okay? Persze, rádióztam, hogy megyek haza, Jézussal beszélek. Jó. Poszlák, nagyon poszlák, lelkem őket. Mi? Hogy is vele valaki? Itt vannak azt a zsadók. Hát nagyon rossz most, hogy én a hegyen basz ki, ezzel mi lesz? Nem tudom, hogy Jézus mit akar. Csett, holnap akkor ilyen... Holnap lesz a szülnapi RP stream. Mert csütörtökön nem érek rá sajnos streamen. Kéne, hát srácok. Jó, mi beszélünk Jézusra. Lefelé, hegyről. Hegyről? Hát hogy vagy hegyről? Arra felétek, jó? Hát ez tök jó. Ott haza őket, itt már 320 maximum a gyakorol. Láttam, Matuka. Hozzad ide, hozzad ide. Hozzad ide. Arra, jó? Gyere. Gyere, hozzad fel! Lefogjuk a terepjáros, lefogjuk. Ennyi volt, nem, nem is öldözzek. Nem öldözzek. Mi? Ez a Róma. Ja, ez. Jó néz ki, mi? Hát szerintem is jó néz ki. Csak a kanyarodás agadja egy kicsit. Na menj el intézkedj, menjen félbasszol. Na, Mizu, miért nem hívjuk be őket? Megjött Kobra. Ha már itt van a Jézus. Hát... Kobrát kell ide lelépni. Hát de... Idejöttek, jaj! Ide jöttek, hoztak valami papír, telefonált egyet a Jézus, azt hívtál megjelentek a rendben. Jó, hol, vigyük be a házba őket, hozzátok be, átöltözök. Róka. Kobra azt mondja, hogy hozzátok be a házba őket. Jengbe? Igen. Azt mondta a főnök, igen. Azt mondta, hogy vigyük be őket. Jó, rendben, kb. 5 percet fogok adni, hogy itt legyen kb. 10 egységben. Jó, kettő, azért ti maradjatok kint, igen. Ja, jó. Jó, értem, jó, oké. Okay. Közel lehet a Jézusnak, ahogy a rendőrök megjelentek? Biztos. Könnyen lehet, erre én is gondoltam. Mondjuk inkább semmit. Mondjuk Istenre esküsznek. Jó, kell fegyver. Vigyük le a kínzóterembe, van olyanunk, nem? Van, nem megyünk oda. Ja, az jó ötlet a kínzóterem. Nem akarom bántani Jézust amúgy most. Ott egy helik. Nem tudom. Akkor nem. Szerintem nem, mert én kérdeztem rá. Kérdeztem rá a Dion, de azt mondják, nem kell heli nekünk. Egy kérdés, srácok. Mivel ez egy bázis, lőhetünk rájuk, vagy nem? Majd ha ők jönnek ránk, akkor. Oké. Ahol én voltam, hol van az a kínzó chat? Leszáll a heli, leszáll a heli, gyere. Talán. Kaput várj. Ugye lehet. Kíváncsi vagyok, hogy mit akar. Fekete helikopter. Hol tudó? Ki kell mennünk az udvarra? Vagy hol vagyunk? A kínzó terem. Aha, ott van oldalt. Vagytok tüdött. Ja, hogy a... Ja, azt hittem nem ment át. Hátulról kéne menni, hátulról lent a medencénél. Így van. Jó. Aki nem tudja, hogy szóljatok. Kilőtt! Felki az agyatlan! Jó, rádióra lecsatlakozunk. Jó, itt lesz Jézus.
De amúgy mutkó ezen gondolkodtam, chat, meg voltam már várakba ilyen kínzóterembe, hogy jó, hogy nem akkor éltem. Ezen gondolkodtam, hát úgy megkínozták az embereket, meg karóba húzták, hogy ilyen létezett, hogy én nem is tudom felfogni, hogy ilyen van. Nagyon ijesztő lehetett. Nagyon komoly. Hangbeállításokat? Kordelem... meg... Így, ennyi. Így van a hang beállítva nekem. Jó, nézzük akkor, mit akar Jézus. Kíváncsi vagyok rá. Az olaszokat meg majd el... De most a rendőrök a legnagyobb ellenségünk, nem is az olaszok. Az ellenségeink. Ezért kell költöznünk. Minél előbb. Meghoztuk őket. Jó. Ő a Jézus? Dicsőtessék. Nem, ő a pap. Jó, Jézus mindjárt. Jó. Csak másik irányba futottak. Ja, jó. Új. Hva, az túl. Mi megpusztult? Jó vagy, jó. Ugyan beindítom itt a flexet, aztán majd. Felébred. Letelti a kezét. Még én nem tudom, hogy miről van szó. Hello. Hello, Roland. Roland. Gyere ide közelebb. Jó, jó, Roland. Hol van Jézus? Figyelj, szerintem mindjárt jön. Összevágjuk le az ujjadat. Hogy van ott két akkumulátor, rákötjük a melkesedet. Mondhatsz, hogy igaz, hogy tívtátok a rendőrök. Nem bátom neki. Nem hívtunk. Nem mondjam el, hogy találkoztam a rendőrre? Nem hívtunk mi. Na, hello Jézus! Jó csövet. Jó napot, ki az van szerencsém? Hello! Az áll kobra? Kobra vagyok. Milyen áll kobra? Kobra. Áll kobra. Miért lennék áll kobra? Az igazi kobra. Azért, mert maga nem az igazi kobra. Én ismerek egy kobrát, az az igazi kobra, csak egy áll kobra. Menjetek ki, nem kellünk ide ennyien. Ja, maga itt a izé, ennek a kúcsaránynak a jogi képviselői. Így van, így van, így van. Szeretné, nem tudom, miről van szó, hogy miért keresett minket, kedves Jézus. Arról volna szó, hogy a megboldogult Diego-nak hoztam a végrendeletét. Igen? És amit lediktált egy ilyen, volt cellatársának. Na most a nyelvezete meg a szövegezete, hát tudja, nem ez színjeimmel se pár stílusban íródott, hát tudjuk. Jó, igen, akkor szeretném látni. Rendelkeznek a sittesek. Tessék megkapaszkodni, nem lesz egy izé, egy önökre néző kedvező nyilatkozat, de hát Istenem. És ezt a Diego írta? Ő diktálta le. Ez mi? Igen. Erre kíváncsi vagyok. Jó, oké, hagyd nézzem, hagyd olvassam el. Hozott egy nyilatkozatot, amit állítólag én írtam? Nem tudja felolvasni, mert akkor eltűnik a szem elől. Nem tudja felolvasni. Aszta. Akkor majd utána mondd-e. Daniel Alfonso. De olvasd, de figyelmesen, mert bűzlik. Végrendelet. Én Rafael Diaz, művész néven Diego. Ezennel végrendelkezem az alági okokból kifolyólag. Börtönbe kerültem, és életfogytiglant kaptam. Ezt nem fogom kibírni, vagy önkezemmel fogok véget vetni életemnek, vagy pedig valami rivális raptársam fog végezni velem. Ezt szeretem amúgy, mert Jézus óriási RP-ket hoz. Továbbá nem szeretném az egész életen át összeharácsolt vagyonom, az állam kezébe kerül vissza. Éppen ezért most tolba mondom végakaratomat. Daniel Alfonso cella társamnak, aki úgyis pár hét múlva szabadul. Azért teszem mindezt, mert nem bízom az ügyvédekben. Megadok egy jövőbeli dátumot, amikor is a szerződés életbe lép, és a megbízott cellatársamnak kézbesítenie kell. Ez a dátum 2024-09-0409. Nincs a kiállítás dátuma? Fekete seregesnek adtam oda állítólag. A végrendeletem, hogyha a gazdag negyedben lévő ingatlanom, pénzbeli vagyonom, 1 millió kredit, és az összes gépjárművem legjobb barátomra, Jézus Krisztusra, és az egyházhoz kerülne. Utóirat rendelkezem az általa működtetett bűnbanda sorsáról is, tehát halálom napjától a bűnbandámat ezeddel feloszlatom, nem hagyok rájuk semmit, mert amúgy is haszon lesök, és tányérgyalók gyülekezete mind. Jó, hát ez óriási. Óriási.
Daniel Alfonz. De hát ez ma lett... Hát ez így vérzik ez, hogy ma írták alá. Jó, jó, akkor mondom, hogy miről szól ez, jó? Mondom, hogy miről szól ez. Én tudom, mert én meg Déme láttuk már. Jó, az a helyzet, hogy igen, itt azt szúrt szemet nekem, drága Jézus Krisztus, hogy, hogy ugye a dátum meg volt nevezve, hogy a mai nap fog érvénybe lépni. Viszont ezt a dokumentumot, ezt ma állították ki, és ma írták igen, alá. Igen. Sokatoknak ez a izé problémája veled, de mi van, hogyha ezt a dokumentumot, ezt egy szalvettára, vagy egy PC papírra lett lediktálva, és a illető azt most nyomtatta ki formátumba, tehát dokumentum formátumba. Az illetve valószínűleg mai dátum. Lehet, hogy ez a szerződés, ez a dokumentum, ez eredetileg egy WC papírra, vagy szalvettára lett lediktálva. Igen, Danielnek ugye az a, de honnan tudjuk azt, hogy Diego átadta tényleg valóságosan ezt az információt Danielnek, hogy ő szerződésbe foglalja? Tudom én, hát ott vannak, le van írva a szavak. Itt olvastátok akkor 1 milliót kell Jézusnak adni, és az ingatlan is az ő tulajdonában van a papír szerint. Hát igen, azt is olvastuk. Meg az autók. Hogy... Köszi királyok! Még egy újabb gyanús dolog. Ez nagyon meg az autó. Furcsa. Meg a 4.-4. dátumot észrevetted? 4.-4. azt nem láttam. Nem, 4.-4. vagy 9. Nem. 9 van ráírva. Nem azt mondtad, Dé, hogy a 4.-4. láttad? Legfelül 4.-4. van. Legfelül 4.-4. van, tehát... Akkor... Mikor halt meg Diego? Már rég, nem? Már több mint egy hónapja. Több mint egy hónapja, tehát a dátum itt meg. Kiállítás, de hát a 4.-4. Mikor került hozzád Jézus ez a dokumentum? A mai nap folyamán. Értem. De hát figyelj, a vagyonát azt már... Azt nem tudtuk, hogy van ilyen dokumentum, mert azt már intéztük. Hát már másfél hónap. Már hagyatéki tárgyalás megtörtént, meg minden, érted? Így van, pontosan, úgyhogy újabb bukó. Úgyhogy sajnos ezt az ingatlan nem... Hát a gyerekek, az a dokumentum szerint az egyéb, az nekem jár. Nem, mert már nem jár a tárgyalás. Maximum. Jó lenne belemenni ebbe az SP-be. A bíróság eldöntötte, hogy azokat a tulajdonokat... Menjünk bele, vagy ne? Akármilyen... Persze, miért ti vagytok a jobb utód, vagy mi? Pontosan. Mi lakunk itt, nem? Így van. Hát az, kinek a nevén van a... De várjátok, kinek a nevén van az ingatlan? Hát akire Rafael Diaz átruházta. De kire ruházta rá? Hát ez nem írt végrendeletet, nem tudta, hogy meg fog halni. Itt a végrendelet, itt az egyetlen is. De ezt nem ő írta, ezt az a Daniel, a cellatársa írta. Nem, ez tiszta sor, hogy a cellába adta át ezt a végrendeletet ennek a Danielnek. Na miért? A Diego amúgy csinált egy másik végrendeletet? Látni akarom. Ó, megfogott. Van másik végrendelet, amit láttunk? Mi van akkor, ha nem írt végrendeletet? Akkor milyen eljárás van? Hát akkor ez a dokumentum természetesen, mert érvénybe lép, gondolom. Mutatkozzak be, hogy Diego vagyok. Nem. De amúgy várja, mert... Nem mondja mindenkinek. Mutatkozzak be, hogy Diego vagyok, és megöljük. Jó, és a zsarukat nem ti hívtátok a kedves Rolanddal? Tudom, nincs a zsarukon. Biztos? Egész biztos. Jó, igen, az ingatlan meg az autók megvannak, de a pénzt a Mátrai Szeretett Szolgálatnak ajándékoztuk. Ott nekik? Hát az majdnem, hogy nem testvér idézszekta, de hát... Nem lehetne valahogy visszacsinálni az egészet. Hát... Mit szeretnél visszacsinálni? Ki a testvér? Jó, menjen ki mindenki, 4 szem közt szeretnék Jézussal beszélni, és a Rolandot is vidd ki, légy szíves, Feka. Hangya. Nem is Roland. Hangya? Igen. Hangya boly. Hangya tiszteletes. Hát ez jó, Jézussal, jó RP szál indulhat el. Jó RP szál indulhat el, mert nem, mert csak megsérül. Megvárjuk, még kimennek, szeretnék veled 4 szem közt beszélni. Nem tudok kimenni. Fölvettem, igen, nem tudok kimenni. Óriási. De amúgy te egy választott vezető vagy? Igen, engem kértek meg, hogy vegyem át a csapat irányítását idéglenesen. Ja, de látod. Diego halálával már nincs is csapat.
Na, elkezdek suttogni. Jézus, te milyen kapcsolatban voltál ezzel a Diego-val? Te ne tudd meg, legjobb barátok voltunk, megmondom neked őszintén. Nagyon sokat találkoztunk korábban. Nagyon sok jó üzleti kapcsolatunk volt ezzel a Diego-val, kérlek szépen. Mondom, a legjobb barátok ugye voltunk. Én segítettem infót, az igen. Ő munkáját, igen, akkor tudom, fémkedtem neki. Itt is kettem egy kicsit. Ő meg támogatta a templomot tiszta szívéből. Persze! Egy nagyon jó barátság alakult így kettünk között. Oh. Megmondom, nagyon... Oh. Nem is, nem, ne, egyszerűen nem is lep meg a dolog, hogy, hogy rám hagyta meg az egyházra rájézni. Óriási a csávó, amúgy. Jó, mert a szobájában találtam egy dokumentumot, az nem... Nem ő... végrendelet, viszont... találtam a szekrényben egy rajzot, és rá volt, egy szívecskébe bele volt írva, hogy Jézus. Úgyhogy valószínűleg igazat mondasz. Mondom, Jézus az se hazudik. És az is ott volt az alján, hogy Jézus szava szent és mindent. Hallod, hogy hazavarás. Igen. De megvan az épület tulajdonosa. Igen. Aki ezt vásárolt a család. És kié? D. Ja, akkor nem is Diego-i volt az épület. Tessék? Akkor nem is Diego-é volt nem az épület. Nem a Diego az épület. Emlékszel, hogy ő D vásárolta a család számára? Igen, 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 igen. Pontosan, ő. Jó. D, mint Diego. Ő a tulajdonos. D, mint Diego. Nem, ez egy név. Ez az egyik legjobb emberünknek a neve. Jó, hogy köszi az infót. Jó, köszi, köszi, köszi. Mindjárt. Azért mondom, hogy jó. Ennek tudatában intézzük a dolgokat. Jó, jó, köszönöm. Oké, megyek is ki. Jó, figyelj Jézus, akkor csak a pénzadományról beszélhetünk, mert az ingatlan és az autók ennek a D nevezettű embernek a tulajdonában van. Hm. Hát látod, akkor ez a Diego már az idén a börtönben is sumákolt. Én nem tudom, még ezt, hogy Jézus szava szent és sértetetlen, és amit ő mond, az úgy van. Mert de egy úgy. Szent ember nem hazudik. Így van. Jó, akkor szóval hogyan tovább? Hogy tudjuk megoldani szerinted ezt a helyzetet? Hát mit tudom én? Én megmondom, hogy szintén a rendőrséget, ügyészséget, éneket nem vonnák bele. Oldjuk meg fű alatt. Mert itt a többiek nem biztos, hogy ki akarják fizetni ezt a pénzösszeget. Én kér... Természetesen, tulajdonképpen megmondom őszintén, tehát azzal, hogy a Diego megfált, és látod, itt mondott, maga a banda, bandának sincs jogalapja, meg létalapja. Felosztatta a bandáját. Nagyon durva. Tulajdonképpen az egész pereputyot úgy, ahogy van, félnek kéne erre. Jó. Tudom, hogy ez az állásodba kerül, én elhiszem. Hát igen, de igen, hát... elég necces döntés lesz ez, hogyha én ezt meglépem. De azért mégiscsak de érted. Azért küldtem ki mindenkit, mert akarok neked mondani valamit, amit szeretném, hogyha senkinek nem mondanál el. Rendben. Leveszem a maszkot és... Szia Jézus, Diego vagyok, egy kicsit megváltoztam. Hogy mi? Nem haltam meg, csak eljátszottuk a halálomat. Mert így tudtam megszabadulni a rendőröktől. Szóval akkor felfeded magad, tehát akkor Diego él és virul. Mint az állat. És minden megy a régi kerékbe. Nem változott semmi. Azt tudod, hogy ha én ennek a birtokában vagyok, és egy kicsit eljár a szám, akkor nem bajban leszel, hallod-e? Igen. 5 milliót kérek érte, hogy hallgassál. Az egyház összes vagyonát. Nónak a faszát. Már megbocsássál, már megbocsássál. De én mondom, én meg azt az 1 milliót kérem, ami a párti a szekrényedben. És akkor... Hát nem az enyém az ingatlan, meg semmi. És így nincs is végrendelet, érted? Nem is érdekel, érted? De rendelkezel fele, érted? Azt az 1 milliót kérem a pártőszekrényből, meg egy-két autót, és akkor megvásároltad a hallgatásomat. Mit szólsz hozzád? És akkor honnan hihet? Tudod, hogy sose hittem neked. Most hogy igazat mondanál? Ha nem hiszel nekem, soha. Hát, mondjam azt, hogy a becsület szavamat adom. Hát, neked a becsület! Az egyház pénzét fegyverekre költöd. Tehát öljük meg, vagy ne? Mindig jobb a kábítószerre költenem, mint ahogy te szoktad. Jó, szóval az 1 milliót követeled a hallgatási cserébe. Meg 3 autót.
más maffia főnök nem csinálja. Alex, nem tudok úgy erpizni, neked jó legyen. Meg milyen maffia főnök? Hát, hát azt tudod, nem láthat fél lábon meg, mert itt láb. Igen, igen. Jó, oké. Akkor az a helyzet, nincs nálam 1 millió most. Az persze. Azt hatod csekken is. Beváltam. Nem. Mit tudom én, havi törlesztésbe is utalhatod. Várjál, foglalj ott helyet, mindjárt jövök, át kell gondolnom ezt. Nem, Gábor, meg kell ölni sajnos. Rendben. Kiveszem innen a papírt. Kiveszem innen a papírt, ráírom, hogy fejtsd meg a titkot. Üdv Kobra. És belecsúsztatom ide a ruházatába. Jó, azért nem engedjük el úgy, hogy ne legyen korrekt. Muszáj volt. Fejtse meg a titkot. Kíváncsi vagyok. Chat, ez jó. Nem kutatom át, a többiek már elvettek tőle mindent. Na, nem nyílik ki. Hozok neki is RP-t, chat. Köszi, Tüdesz! Én lőttem. Takarítsátok el. Nem, ez egy óriási RP neki is, hogy van folytatás a chat, ezt értsétek meg. Nem hallasz senkit? Na most jó. Egy jó RP-t tud nyomozni, ő is muszáj volt megölni, viszont nem hagyjuk annyiba. Hát az a helyzet, hogy megöltem. Nem tudtuk volna kifizetni neki azt, amit kért. De nem kell... Köszi, Tüdesz! Hát, de hogy kellett volna kifizetni? A D-nek a nevében az épület, és erről papírunk is van, ezt akartam mondani. Mindegy! Akkor takarítsátok el a hullát. A kutya nem találom. Majd itt megfelejtszedik. Na, úgyis tele van már. Ez jó lesz, és így fair volt, hogy lelőttük, de mégis RP-t tud ebből csinálni a Jézus is. Nem, már jó csináltam úgy kép. Jó, a tagokkal tudok beszélni, így mindenkivel a tárgyalóba? A barátok most nem kellenek, mit csinálnak? Szerintem ennyien vagyunk. Tőlünk is elmentek, igen. Na, ja, elmentek pihenni? Mert meccset nézni. Ja! Jó, akkor figyeljetek, itt mondom. Van mostanában bármi... Baba fej van, még baba fej. Itt van baba fej. Van bármiféle probléma mostanában, vagy valami észrevétel, amit meg kell beszélni? El kell költöznünk, ez a biztos. Ez nem én csapaton belül? Igen, csapaton belül, igen. Nem tudom, hogy... Téna? Te mindenki meccset nézze. Mint én a városba, sajnos. Mármit az én részem a sajnos, na, bocsánat. Jó, hova tudunk elköltözni és mikor? Széna, amit mutattál, az nem jó, szerintem. Hát amit... én mondtam, hogy intézek valamit, ha úgy van. Jó, de mikor intézed? Nagyon sürgős lenne, mert a rendőrök ide járnak. Minél előbb. Jó. Mikor lesz a legközelebb? Holnap meg vasárnap mondjuk a héten. Holnap szülinapomat ünnepeljük. De ami Bahamasban van, buli mehetne. Jó, tényleg, szülinapod lesz. Úristen, akkor hónapra nem intézünk, vasárnapra meg lesz az akkor. Jó. Nem fog megfájdulni a füled? Nem baj. Vagy olyat keverjé. Intézünk, jó. Lassan 500 like, igen. De a számgiftek már kimentek. Tüdesz osztott egyet. Csak úgy csináld akkor a dolgokat. Jó, szeretek ajándékot kapni, tudjátok. Köszi Tamás, 36 hónapot. Jó. Igen. Ha intézünk valamit. Jó, oké, megyek én is pihenni, aztán számítok rátok, jó? Holnap meg akkor találkozunk. Megoldjuk. Zárt körül legyen, vagy publikus, vagy hogy nem a tudom, ezt rátok bízom, jó? Rikis dolgot nem mondom. Csak megmutatom addig a klipjét, jó? Bolondba kitalálom. Jó, valamit. Jó pihenés nektek akkor. Okay, csak ne itt aludjál. Ja, nem itt alszok. Itt is látom, úgy nem lesz semmi baj. Nem lesz baj? Hát jó, nem baj, kimegyek azért. Én is lepihen. Nyitom. Kusza! Én kinyitottam már. Bedi vágta neki amúgy. Engem csak, én csak azt akartam megmutatni, párat kivágott a Bedi neki, de hogy a gurulásos, hogy gurul az ember, és nagyon jól le tudja úgy lőni az embert, hogy gurul.
Úgyhogy nagyon jó, csak a hangot leveszem, mert ez durva. Nem tudom, hogy jó lesz-e. Na mutatom. Mutatom, nem tudom, hogy mennyi. Ez Benny vágta neki amúgy. Nem tudom, mennyire látható. Most ebben nem láttunk semmit amúgy az elsőből. Ja, mert ott fogja lelőni. Ott az kilőtte az ülésből, az szép. Itt hogy halt meg, azt nem tudom az ember. Itt is. Oh, hogy belőtt azon a kis lukon? Jó, hát az autóból ügyesen kilőtt, de én majd a gurulásra várok. Gondolom akkor, Benny nem tudom, hogy vágta. Úgy vágta, hogy ha kilőtte. Akkor ezek a kép, amikor kilőtte. Aha, ott is fejbe lövi. Na, itt a gurulás, figyeljetek, így gurul valaki, és ilyet! Ez teljesen, mint a aimbotozna. Nem mondjamok hangot, mert zene. Ezt gurulás közben egy kong rögtön. És megint. És nem tudom, hogy ez hogy csinálja, hogy ez mennyit kell gyakorolni. Gurul az ember, aztán így nyomja. Ja, ennyit vágott össze Benny. Köszönjük Beninek amúgy. Nagyon ügyes, hát sokat kéne. Ezt az olasz DM-et ezt meg kellene nézni, és akkor majd egyik nap Ádikának mondom, hogy menjünk fel, nézzük meg, hogy tudnánk játszani, és akkor mi is tudnánk gyakorolni szerintem. Na, ez jó RP lesz, úgyhogy köszönjük szépen. Tényleg mindenki. Igen. Közben mi is nézzük, görgess vissza. De már kikapcsoltam, hova? Ja, hogy már leállítottam. Még a streamet nem, csak ja, a... Itt, hanem az előző, amikor kocsiba ülök, fehér kocsiba, ott is gurulás közben lövöm ki. Ja, láttuk. Olasz DM voice nélkül, igen. Nem nehéz, amúgy, hogy olyan kedve van, én is tudok éleket lenni. Most már tudtuk, most egy kisgyerek, nem? Mit ez, sikerélményét tönkre teszed? Ilyen kommente? Na, ügyes, az a lényeg, hogy én nem tudok ilyet, úgyhogy... Ja, szóval, köszönöm a támogatást, tagságot mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, a tagoknak rögtön elérhető lesz a stream, köszönöm a moderátorok segítségét, vasárnap moderátor felvétel Discordon, és akkor holnap szüli napi stream, úgyhogy várlak titeket sok szeretettel, kis bulizás, ilyenek most holnap, úgyhogy így fogjuk csinálni, úgyhogy köszönöm szépen, jó éjszakát, holnap találkozunk, kitartást a holnapi naphoz mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Jó pihenést, köszönöm Dominik, sziasztok, a legjobbakat nektek, hello.